Közben olvastam a Discordon, hogy írtátok, hogy ki lett próbálva a játék kormánnyal, és hogy milyen fasza. Örülök neki, hogy ezt is teszteltétek. Majd egyszer talán én is megnézem, bár nem feltétlen akarok beruházni ilyen kormányos dologra, mert nem nagyon játszom olyan játékokkal, ahol azt kihasználnám is. Az, hogy még egy plusz olyan cuccom legyen, amit igazából immel ámmal egyszer-egyszer használok, annak nem feltétlen látom értelmét. Majd meglátjuk. Így van, ti csak azért vagytok itt amúgy is, hogy szívjátok a véremet. De legalább itt van ez a kis chilles muzsika. Na, pont erre vágyom most. Most nem tudom ti, hogy vagytok vele, de most a lelkemnek pontosan erre van szüksége. Becsukod a szemed, csak hallgatod a zenét, hallod a háttérbe, hogy kicsit csobog a víz, és tudod, hogy Michigan gyönyörű tájait fogod bejárni, kipaszottú derékig érő sárba, mocsárba, szutyogba, redvába, de érzed, hogy jó helyen vagy. Nem? Ez nem pont az a szituáció? Sőt, ha most becsukjátok a szemeteket, még pénzt is kellene ezért kérnem, hogy egy ilyen hihetetlen relax. És tudod, lehetne mondani, hogy csak nézz a szemembe. És meggyógyítalak. A nézésemmel. Van, aki ezért pénzt kap, hogy néz rád, meg se szólal, és gyógyít a szemével. Van olyan. Ez alatt a zene alatt 30 literes fogyasztás, benzinszagú romantika. Köszi szépen. Egy percet sem játszottam a játékkal, úgyhogy pontosan ugyanott fogjuk folytatni, ahol legutóbb abba hagytuk. Ami már nem emlékszem, hogy hol volt. Ezek szerint a garázsba. Jó. Tehát, van egy Fleet Starom, egy GMC-m a garázsba, akkor az azt jelenti, hogy a lokál mappon valahol kint van a Jeep-em. Igen, az itt van. A Chevrolet. Oké. Okay. Nos, mi volt a situation? Innen eltakarítottam az oszlopot, szerintem az volt. Ide a motelhez föl lehetne jönni ezért a feladatért. Ez mi? Ez valami feladat időre? Jaj, ne. Tényleg, lesznek olyan feladatok, srácok, ami időre megy? Hú, na azokat fogjuk elbaszni mindig. Lesznek olyan feladatok? Az igen. Azt gondolom, akkor komolyan meg kell tervezni. Jó. Az, hogy mivel tudom kihúzni a kocsikat a vízből, meg a sárból és a redvából, azt egyelőre nem tudom, de azt hiszem itt is kiszúrtam egy kocsit. Igen, itt is kiszúrtam egy kocsit, de ez is eléggé vizenyős talaj lesz. Na figyeljetek, tippre! Ugye, jól gondolom, hogy azzal az autóval, tehát ezzel a Chevy-vel majdhogy nem semmelyik kocsit nem fogom tudni kihúzni a vízből, ugye? Tehát ahhoz, hogy ki tudjak húzni kocsit a vízből, valamelyik másik autót kellene egy kicsit pimpelni, legalább kerék, meg mit tudom én milyen upgrade-del. Ugye? Tehát, hogy ezzel most ne is nagyon próbálkozzak, mert valószínűleg a Chevy-vel megint csak az időt baszom el, és nem fog kijönni egyik se a retekből. Offroad truck kell majd hozzá. Jó. Jó, én elsőre azt mondom, hogy fedezzük fel az utolsó Watchtower-t,
És azt még pedig úgy fogjuk tenni, hogy igazából csak az úton végig fel kell mennem. Ne, ez... Az egy már... az egy Chevy Kodiak lesz. Jó, én ebbe szeretnék beülni. Haló? Srácok, miért nem ülted bele? Na végre. Mindig átugrott a másikra. Jó. Most már benn vagyunk itt, és akkor itt így jelölgessünk. Ezt Krappánál láttam, hogy ez borzasztó fontos, hogy mindig jelölj. Jelöld ki a kis útvonaladat, és akkor nem fogsz eltévedni. De ha pimpeled, bármit is kihúz. Igen, ez a Chevy, ez olyan lenne, hogy ezt ha fölpimpeljük, ez kihúzza a dolgokat? Mert az nagyon menő lenne, én annak nagyon örülnék. Igen, itt van egy ilyen utánfutó, amit itt hagytunk. Azért hallod, egy sima kanyarban nehogy már fölboruljunk. Nem fontos, de előnyös. Aha. Lehetne hangosabb a zene a háttérbe. Ez a tábla itt... Ezen múltkor csak simán átjöttem. Na mindegy, szóval azt már múltkor megbeszéltük, hogy ez csak a kóborapácák megtévesztésére van. És igazából ezen itt úgy, ahogy van, simán át lehet menni. De akkor ezek szerint ezt inkább kerüljük ki. 9 liter benya fogyott? Nem is kell több. De akkor ezek szerint hiába döntöm ki egyszer, visszaspónol az a szutyok. Hűha, na várjátok, már begyorsultunk, itt már ilyenkor csúszkálás van. Nézd meg is. Michigannek a kis, nem tudom milyen területén... Halló, kicsit balra húz a kocsim. Az mi egyébként, ami ott van? Jaj, hát várjál már, bazd meg, miközben megnyitom a mapot, a kocsi még megy tovább. Milyen autó ez? Miért nem áll meg rögtön, ahogy megnyomom az M betűt? Hűha. Na figyeljétek, ez normális, hogy nem tudok egyenesen menni? Na várjál, itt most megállunk egy kicsit, az a biztos. A B-vel leállítjuk a motort. Hogy látunk-e itt valami csuda dolgot? Nem. Viszont itt majd akkor el kell kanyarodnom balra, és ott lesz a Watchtower. Én sose tudtam egyenesen menni. Hát ez aljas rágalom. Nézd meg, milyen csodásan megyek a sárba. Azért azt várom, amikor már olyan király autóm lesz, ami úgy ténylegesen tud menni a mindenféle tereptárgyon. Hát amikor már nem kell azon aggódni, hogy üha, ide most akkor melyik kocsit hozzam meg? Biztos, hogy föl tudok itt menni? Kézifék behúz, motor leállít. Látjátok már, miket tanultam? Na. Mik fedeződtek föl? Itt van egy ilyen rock slide. Stuck trailer. Az azt jelenti, hogy onnan ki kell húznom majd egy ilyen utánfutót. Ó, itt van egy rock slide. Aha, akkor ide kell majd hoznom cumót. Az ilyeneket kellene megcsinálni, mert azzal akkor fölnyitok útvonalat. Ez Reaper. Ott egy scout. Az egy free autó. Oda csak el kell mennem, és az egy ingyen autó? És ez... Gateway to Smithville Dam. Ez átvisz engem egy másik map részre? Gondolom.
Meg itt van egy trailer store. Itt is van egy stuck trailer. Aha. És az, hogy ezek a részek nem fedeződtek föl, az teljes mértékben normális. Mert én Balga azt hittem, hogyha felfedezem a Watchtower-öket, akkor minden felfedeződik. Aha, az átvisz egy másik területre. Jó. Ez egy olyan 1-től 10-es skálán elég magas szinten bassza a csőröm, hogy ezeket itt nem fedezte föl. Jó, na várjatok, tehát akkor itt vagyunk most. Meg kellene nézni, hogy akkor ez a rock slide, ez mit is takar. Úgyhogy vissza fogok menni első körbe ide. Lehet, hogy ezt is fölvesszük. Olyat tudok csinálni, hogy több küldetést veszek föl, de nem mindegyiket aktiválom? Mert gondolom mindig csak az számít, amit aktiválsz. De attól függetlenül fölvehetem őket. Mert akkor fölveszem, megnézzük, hogy ehhez mi kell, de ugye el kellene menni azért a scoutért, mert akkor lenne egy plusz vörda. Felvehetem az összeset is. Na ez az, ami nagyon jó. Na. Innen, mint aki jól végezte Olgát, kézifékestől. Láthatok, milyen jól megy az autók behúzott kézifékkel is. Na, visszamegyünk, megnézzük, hogy az a két küldetés az micsoda. Meg hogy mit kell vinni ahhoz a lezáráshoz. Idefele jobban jöttél. Lehet, igen. Oké, köszönöm. Maximum, gondolom, arra érdemes figyelni, hogy ilyen időre menő questet ne vegyek föl, ha nem rögtön csinálom meg. Accept. Jó. Na és ez a lényeg. Engem ez érdekel nagyon, hogy ezt vajon hogy tudom innen eltakarítani. Accept. Jó. Szépen visszacsúszunk. És akkor leállított motornál meg tudjuk nézni, ugye? Tehát, hogyha most én ide bejövök, ez nem kontrakt volt, hanem sima task. Nem ez. Scout recommended. Mi? Ja, ez a King. Ez a rock slide volt, ugye? Igen. Tehát a rock slide-nál, aha, service spare parts és metal beam. Hát ezt elég easy-be meg lehetne csinálni, nézzétek? Tehát ezt csak innen kell fölvennem cuccot. Akkor csináljuk meg ezt. Start tracking. Ez elég közel van. Mapon csak taskokat tudsz felvenni, a kontraktok alapból megvannak. Ó, értem. Tehát akkor a... Jó. El kell menni oda fölvenni a dolgokat. A lámpát bekapcsoljuk, mert mindjárt este lesz. És ugye mi már készülünk a hardcore játékra, amikor nem lehet ugye léptetni a napszakok között. Egyébként ez most engem érdekel. Én múltkor megkérdeztem Krappától, hogy miért... De itt nincs is semmi beragadva. Na mindegy. Hogy miért léptet napszakot, és ő azt mondta, hogy mert streamen nem néz ki jól az éjszaka. De én így azt mondom, hogy szerintem a játékélményhez ugyanúgy hozzátartozik az éjszakai része is a gémnek. És szerintem nem rossz. Tehát szerintem nem néz ki rosszul az este. Na nézzük. Na hát ezt például biztos, hogy oda kell húzni. És ezt múltkor megtanultam, hogy ez a rohadt kerítés, ez innen eltűnik.
egy kicsit finoman neki megyek, csak úgy érzéssel, mint a lovat basznék. És akkor rá tudok kellemesen tolatni erre. Vesz egy nusz. Mi? Ú, várjál, ezzel nem tudom ezt elhúzni. Várjál, ezt kiixelem. V. Ó, hogy ehhez nem jó. Au. Ha, tehát, hogy itt például probléma van. Mert hogy ezzel a tütüvel nem fogom tudni elhúzni. Na most a kérdés a következő, hogy ide ha beállok, akkor itt valamit föl tudok-e rá pakolni. Nem. Jó, tehát akkor ebből már most megjöttem. Úgyhogy ezt itt félreállítjuk, ezt a kocsit. Tökéletes. Leállít kézifék, el kell hoznom ide egy másik autót, mert ezzel nem tudom elhúzni. Ez meg, mehetek át az egész világon megint. Jó. Párszor pedig kellett mennem este kihúzni fateromat, amikor elakadt, attól félek mindig, hogy eltévedek. Én például nem nagyon szoktam parázni azon, ha este kell vezetni. Jó. Fontos kérdés. Eközül a két autó közül eladjam valamelyiket? Azt hiszem a rózsaszín a baszóbb, mert hogy abban van összkerék meghajtás, a másikban nincs. Tehát ez a GMC, ez egy hasznos autó, srácok, vagy ezt eladhatom a peakbe? Hát nem kivilágítatlan földúton vezetek nyilván, tehát ez azért egyértelmű. A 4x4-es kerék többnyire jobb. Igen, ezért kérdezem, hogy ennek van-e értelme ennek a tütűnek, vagy ezt eladhatom? Keresünk baglyokat. Mondjuk 6650-en van, tehát hogy nem fenyeget azért az a veszély, de hogy ugye megvan nekem ez a Fleet Star. Ezt a Kodiakot szerintem azért mutatja pipával, mert ott van a mappamon, csak még nem szedtem ki. Tehát megvan nekem ez a Fleet Star, ami az AVD-s, és akkor van ez, mondjuk egyébként azt írja, hogy AVD compatible, vagy capable. Várjál, A plusz, A minusz, B. A plusz, A minusz, B plusz. A durability-e jobb annak az autónak. Na? Nem tudom, én eladtam mindkettőt. Na de Fülöp, akkor most például mi a szart csinálnál, hogyha ezt mind a kettőt eladtad? Ja, mert hogy abból a pénzből már akkor tudsz venni egy másikat. Okos, okos. Tehát azt is megcsinálhatnám, hogy eladom mindkettőt, és veszek abból valami mást? Várjatok, olyat kéne nézni. Jó, először is az milyen kategóriában van? Az a highway kategóriában van. Ó, nem. Az egyik highway kategória, a másik meg heavy duty. Aha. Van heavy, offroad és scout. Nekem kellene egy offroad autó mindenféleképpen, ahhoz, hogy ki tudjam húzigálni a szarokat a... Azt mondtátok, ugye?
Mert scoutban most jók vagyunk, van egy sevim. Azzal egész jól el vagyok, a többit meg bajd. Offroados autóm nincs, és nekem pont az kellene, ugye? Offroados autóval lehet jól kihúzni. Mondjuk ez 80 ezer, az borzasztó sok. Ez 70, ez 31 ezer, ez még talán ilyen elérhető kategóriában van. Várjatok, nem vettem meg a prémium... Megvegyem most a Premium Edition-t? Mert akkor lesz plusz autóm? Azt is nézd, hogy hol elérhető. Ó, oh, igaz, igazad van. Vedd és lesz. Jó. Akkor ahhoz az kell, hogy gondolom exit game. Abban van alapból plusz autó. Jó. Na várjál. Akkor azt mondja, hogy Epic Game Store. Nekem a season passzokkal 49 autó. Az igen. Na és várjál, akkor ezt kell... Lehet kattintani, hogy a Go to Store, oké, okay. Igen, és akkor most lehetne olyat csinálni, hogy Premium Edition, és arra tudok upgrade-elni? Ó, és akkor azokat eladom, és abból veszek másik autót. Jó. Azt írja, hogy unavailable. Miért nem tudom megvenni? Lehet külön season pass-t venni. Na jó, hát akkor ezt most, majd most mindjárt megfejtjük, hogy hogy lehet. Tehát itt van a SnowRunner. View offers. Nekem ugye ez van. A Premium Editionre azt írja, hogy unavailable. Azt mondja, hogy itt van egy olyan, hogy Season Pass. Van olyan, hogy SnowRunner Season 1 Search and Recover. Season 2 Explore Exte. Aztán van ilyen, hogy... Ja, hogy ezek külön autók. Na, az meg most akkor nekem itt mi kell? Neked az eredeti játék alatt volt a lista. Itt van, ez az, nem? Ja, ezek addonok, látom, add-ons, ezek az edition. Na figyeljetek, az alap és a premium edition, azt mondja full game plus season pass. Tehát akkor elméletileg, hogyha én ezt a season pass-t megveszem, nekem csak az kell? Vagy mindent is? Csak a season pass kell. Jó, na várjál, season pass. Mindjárt elrejtem előletek a mocskos igazságot, mert még itt a végén megtudjátok rólam az extra adatokat. Na várjál, azt mondja, hogy igen, ezt bepipálom. Jó. Oké. Így kell premium contentet gyártani. A Season Pass alatt lévő olyan addonokat, azokat is megvegyem, vagy azok nem kellenek, srácok? Mert most akkor megvan a Season Pass, de az addonok, expand your SnowRunner experience with Season Pass, search and recover the discover wealth of new challenges. This DLC gives you access to two brand new maps in Russia. Nem kellenek. Gondolom azért elérhetetlen a magasabb edition, mert az alapot már megvetted. Lehet, lehet. Azt mondja, amikor megvettem az alapot plusz egy season-t és egy pakot, akkor nekem ide adta az egészet. Tehát akkor lehet, hogy nekem nem kell semmi. Csak furcsálom, hogy akkor... Ó, oda van írva, bazd meg. Included in the season pass. Oké, tehát akkor az a search and recover, meg az explore and expand, az included in the season pass, de az alatta lévő pluszok, amik ilyen 900 forintok, azt mondja, tear up the dirt with the new edition vehicle for SnowRunner. With its controllable extra... Mert azok autók. Ha kellenek autók, van olyan autó, ami 240 forint. Customize your SnowRunner experience with this unique text. Vinyl wrap.
Ó, oh, ja, értem. Az csak egy... Azt mondja, this custom skin is included for all season pass owners. Ja, hogy ez akkor ez is benne van, csak erre nem írja oda. This DLC is not included. Aha, tehát ez nincsen, a klasszikó pak, az nincs benne. Tehát akkor nem mindegyik van benne. Aha, tehát azt mondod, hogy külön adja, tehát az owned, arra is azt írta, hogy owned, és akkor, hogyha mondjuk csak a teszt kedvéért. Ha rákattintok a következőre, mindjárt megnézzük, hogy ott mi lesz akkor. Elérhető-e Észak-Amerikában? Hát azt majd meglátjuk. Ja, erre most rákattintok erre, és akkor meglátjuk, hogy ez mi lesz. Azt mondja, a thank you. Jó, és akkor most hogy alakult át? Sehogy. Na mindegy. Mindjárt akkor újra indítjuk a dolgot, és akkor megnézzük, hogy mi változott in-game. Mert akkor azt mondjátok, hogy elméletileg ebben van kocsi, amit el lehet adni, és akkor veszünk másik kocsit. Csak hogy legyen off-roados autónk is, hogy tudjunk kihúzigálni valamit a Gedvából. Jó. Azt mondja Library. Sok mindent nem tudtatok volna meg, mindent kicsillagozott. Na, SnowRunner. Na, nézzük, hogy mi mindent kaptunk. Ja, hogyha nem elérhető az egyik régió, az nem azt jelenti, hogy nem hozhatod át, csak hogy itt nem veheted meg. Aha, jó. Ez fontos info. Tehát átmehetek másik mapra megvenni, ha már éppen el tudok oda menni, és akkor onnan is áthozhatom, jó. A scoutot, amit kapok, azt a level 10-ig használtad. Mindjárt meglátjuk. Hát most akkor miénk a világ, és megnézhetjük, hogy mi mindent... Én már 3-as szintű vagyok, bátek. 3-as. Igen, azt mondtátok, hogy van olyan map, ahol garázs sincs. Hát onnan akkor gondolom átutazóba leszünk. Na, mit kaptunk? Semmit. Nagy büdös lófaszt kaptunk, azt. Truck storage. Ó, itt van. 140? Mi van? Ilyet is kaptam. Hú, ez király! Meg egy apacsot. Na jó, de várjál, hogy szedem innen ki? Várjál, harmadik slot. Store-ból? Nem store-ból. Harmadik slot, truck storage. Hey! Deploy, gondolom így. Haha! Aha, rájöttem. Következő. Deploy! Következő. Deploy. Haha! És az utolsót is kirakom. A zapacsot. Jó. Szóval, most jöhet a beszélgetés, rácok. Melyik autó nem kell? Tehát van egy apacsom, van egy kánom, gondolom ez a kán lenne a király felfedezésre, mert ez egy scout. Ez a rózsaszín nagyon szexi. Ez lesz a felfedező autónk. Várjál, és akkor mi a Chevrolet Apache? Ez is egy scout. Hát ez mennyivel masszívabban néz ki? Ez bazi durván néz ki. A két régit el is adhatom. KRS 58, az mehet a levesbe. Ez mehet a levesbe?
Hát ez egy offroados, hát ezzel tudnám kiráncigálni a gettóból az autókat. Mondjuk azt mondtátok, hogy el lehet adni bármikor, és vissza lehet vásárolni. A bandit az borul, mint az állat. Akkor nem én leszek az, aki azt mondja nektek, hogy na majd én bebizonyítom, hogy nem borul föl az autó. Jó, először is első kérdés. Most jöhetnek a dolgok. Krappa. Itt a krappa. Akarjátok, hogy behívjam Krappát egy kicsit Discordra, és ő elmondja, hogy mit adjak el, és mit vegyek meg? Akartok egy igazán profitól hallani információt? A kérdés, hogy ő akar-e? Na, majd meglátjuk, hogy a Krappa ráír, akkor behívjuk egy kicsit. Krappa Carry, így van, kell egy Krappa Carry emót. És ezt nekem most miért nyitotta itt meg? Igen, Vic, gondolom nagyon régen hallottad már a hangját. Na, halló! Do? Kakaós Csiga úr. Na, mi a helyzet? Miért ilyen fura most a hangod? Na, HyperX-emről vagyok. Ja, ez az ilyen stream nézős setup. Igen. De fura. Várjál, fölhúzom ezt 100-ra, és akkor kicsit hangosabb leszel. Hello, 1-2, hello. Teljesen jó lett a hangerő. Na figyelj, rádumáltak, hogy pay to win legyek, és megvetették velem a Season Pass-t. Hát, ez nem pay to win. Ez több content kb. Ennyi. Igen. Nem számít, hogy fantasztikus új autókat kaptam. Hát azok arra jók, hogy eladd őket, és vegyél egy normálisát. Aha, pedig egyébként nagyon masszívan néznek ki. Add el és vedd meg az Azovot. Azov 6431. Ennyire. Nem fogsz elakadni. Aha. Na jó, várjál azt viszont, akkor rá kell jönni, hogy hogy adom el. Customize? Nem. Először mit kell csinálni ezzel? Várjál. Tehát most itt vagyok az Apache-nál, és ezt is el kell adni, pedig ez is nagyon jól néz ki. Rá nekem kell... ez meg se volt. Ezt a Season Pass-tel kaptad? Aha. Szerintem ezt te külön megvetted. Hát ott volt alatta, az addonokba. Ja. Wow. Nekem, én ezt nem kaptam meg, csak azért. Retain, tehát a retainnel szívom vissza a kocsit, gondolom látom. Igen. Tehát eddig ugye kipakoláztam őket, és most mindegyiket húzzam vissza. Ja. Jó. És akkor most kell gondolom a truck storage-ba, nem? Truck storage, és akkor itt fogom kijelölni, és eladni? Sell. Igen. Mindet? Igen, mindet igen. Adjam el, és akkor majd veszünk hát, mindegyikből egy normálisat, hogyha, mi? Elég, hogyha a KRS-t eladod igazából. Az aztán eleget ad, nem? A KRS mennyit ad? 125 ezeret ad. Bőven, 94 ezer az Azov, és milliószor jobb nála. Jó, lesz-e szükségem erre a Chevrolet Apache-ra? Ám. Hát akkor eladom. Jó? A Kán az jobb, azt mondtátok, akkor az lesz a Scout autó. A Western Star 49X, ez egy heavy. Hát figyelj, én azt mondom, ezeket megtartatod egyébként, mert hogyha úgy elakadsz esetleg, hogy nem tudsz kijönni, akkor legalább van pluszba autód, amivel ki tudod húzni, ha úgy van. Mondjuk én nem akadok el, nem borulok föl, nincs ilyenre szükség. Jó. Ez az első 5 méter alapján mondtad, ami aszfalt, gondolom. Lehet, hogy elképzelhető, hogy találkoztunk már olyan buggal, ami miatt fölborult az autó, de az nem miattam volt. Tehát érted, egy kanyarba alám szökött egy lyuk, vagy egy kő, ami megdobott. Ilyenek vannak, ilyen bugok ismerős, vannak. Ismerős. De hogy ha most ezeket eladom, és lesz sok pénzem, akkor utána úgy is tudok venni. Tehát olyat lehet csinálni, nem, hogyha valami bug miatt, ugye természetesen ezt szögezzük le, elakadok, felborulok, beragadok, attól igen, függetlenül én mint az irányító emberke, be tudok menni a garázsba, venni autót, lerakni és oda menni, nem? Igen. Tehát az nem kell, hogy, nem kell, hogy már meg legyen véve. Nem. Hát akkor figyelj, én ezeket eladom, és majd akkor úgy is mondjátok, hogy melyikek azok, amik jók.
a Fleet Star sem kell, mert az egy ilyen kis csicska autó volt az elején. Tehát akkor van egy Kánom, ezt mondjuk deployolom, hogy legalább egy autóm legyen a garázsba. Mm. És akkor most kell azt mondani, hogy Truck Store, és amit mondtatok, az nem heavy duty, hanem egy offroados. Azt hiszem az, de azoknak hívják, egy azovot keres. Ank? Ja várjál, hát az nem biztos, hogy, izé, Azov, itt van. North Amerikában... 134, 131. Igen, ez North Amerikában nem megvehető, úgyhogy ehhez majd át kell mennem máshova. Aha, az csak annyi, hogy most átkattint az Oroszországba. Ja, és akkor onnan... Persze, globálmat. Globálmat. Ezeket kaptam meg most a DLC-vel, igen. Taimir. És itt van a Drowned Lands. Igen, és ott van egy garázs. Hát ezt szerintem így inkább belekattintok. Enter. Na ez most tudod, hogy miért lesz szép? Így. Mert hogy ezt én most itt megveszem, és innen vissza kell vinnem a másik helyre? Nem, vissza ugyanúgy retain-el. Ja, retain! Én meg azt hittem, hogy izé lesz itt. Óriás szopóroller, hogy vissza kell vezetnem. Nem. Akkor viszont itt jó. Meg... Akkor itt egy Azov, purchase, purchase and deploy, nem, csak purchase, back, nem is kell retainelni akkor, mert le se rakta. Ja igen, tök jó. Jó, akkor viszont már ha itt vagyunk, akkor itt nézzünk körbe, tehát hogy akkor azt mondtátok, hogy az offroad kategóriából most megvettem, akkor az Azovot, tehát az tök jó lesz. A scout kategóriába akkor megvan ez a kán, azzal fogunk menni. Azzal az a bajom úgy, hogy könnyen borul, mert magas, én a járt használom, az valami 40 ezer dodó. Melyiket? Várjál. 285.550-en van így. Hát én akkor, ott is van a Tatarin mellett jobbra. Itt van, csak ez majd később, ez majd 10-es szinten, most még csak 3-as szintű vagyok. Hát addig bőven jó lesz neked a kán, bőségesen. Jó, oké. Akkor, na most akkor ez tök jó, hogy beszélünk. Mi a különbség? Igen. Tehát, hogy van ugye highway, heavy duty, heavy, az offroadot és a scoutot értem. Hát ugye a highway az egyértelműen, ugye az első itt Michiganbe több a betonút. Tehát ott ugye gyorsabban megy nyilván, de sárba úgy elakad, mert alacsony, mint a szar. Tehát ezért érdemes offroadot használni, mert az offroad az egy nagyon picit lassabban ugyan, de elmegy a betonon, viszont nem akad el a sárban sem olyan könnyen, mint a heavy. Ja, én hát akkor heavy, tök jó. Hát akkor nem... Heavy-t szinte egyáltalán nem is használok. Van, mert hogy legyen. De hogy így nem használom. Tehát ez a heavy. És akkor mi a heavy duty? Az meg a heavy és a sárnak a kombója, tehát mondjuk heavy és az offroad kombója. Aha. Pontosan. Ja. De én mondom, én offroadot ajánlok, de aztán... Jó, nem hát figyelj, neked egy kicsivel több időd van már a játékban, úgyhogy lehet, hogy lehet hallgatni krappára. Szeretem. És akkor most föl kell tuningolni fossá az Azovot, amennyire igen, csak tudjuk. Na most, ha csalni akarsz, ahogy én tettem, megmondom őszintén, három update-et én megnéztem. Van egy maprunner.com nevezető oldal. Igen. Ez egy ilyen interaktív oldal. Az összes mapon írja, hogy melyik update-eket tudod megszerezni és hol. Tehát ugyanúgy megvannak a mapok, mint a játékban, csak ha rákattintasz az upgrade-re, akkor kiírja a listát is, hogy mit fogsz ott kapni. Tehát nem mész el feleslegesen Értem, tehát hogy így a mapon előbb összeszedtél mondjuk upgrade-et, és akkor azt már rá tudtad rakni a kocsira. Igen, én az Azovot kifulloztam, hogy mindenhol elmenjen. Aha. Hát én most még ilyen, így is szerintem már furcsa lesz, hogy Azovval rohangálok Michiganbe, így hármas szintűen. Michiganben nem fogsz elakadni ezzel. Tök jó, akkor végre ki tudom rángatni a sárból, amit múltkora izével a Chevrolettel próbáltam, de nem sikerült. Tehát az így, de nagyon-nagyon-nagyon szépen próbálkoztam. Tehát, hogy voltak olyan... Valami küldetés? Nem, csak ahogy tudod, a tutoriába mentem végig, és így megláttam, hogy ott egy kocsi, és például, hát várja, a legszebb próbálkozás az volt, mert valahol volt itt a map elején. Ez volt az első, amit megláttam, ez a Drowned Highway Truck. Ugye itt jöttem el, megláttam, hallod, egyébként ez valahol itt hátrébb volt, de azért sikerült egy kicsit kijebb rángatnom, de sok esélyem nem volt rá. Ugye,
ugyanezt csináltam én is, hogy oda mentem a szarautóval, és ugyanígy elakadtam, úgyhogy aztán az azóval oldottam meg én is ezt. Jó, hát akkor most itt deployolom szépen az azovot, és akkor ezzel megcsináljuk a kihúzigálásokat, meg az ilyen küldetéseket. Jaja, de ezzel könnyebb lesz sokkal, meg annyi, hogy majd mondom, level 10-esen vedd meg a járdát, hogy csinálod a fő küldiket, az nagyon sok ilyen csillagot ad, és nagyon könnyen, tehát level 10-ig nagyon könnyű eljutni, úgyhogy 2-3 fő küldit megcsinálsz, az level 10 vagy konkrétan. Ja, hát én mindig azt csináltam, hogy így, ami éppen mellettem volt, de akkor az hülyeség. Tehát akkor inkább a izét kell. Nem, hülyeség, én is sokáig úgy csinálgattam, meg szoktam olyat, hogy tudod, ha már megcsinálok 3-4 főküldit, akkor utána elkezdem a mellékküldéket is, mert nem akarom azt, hogy elfogjanak a főküldetések. Tehát nem feltétlen kell mindig fejlődni a játékban, mert tehát az azov ezzel level 20-ig úgy el vagy, vagy 25-ig, hogy álom tényleg mindenhol elmegy, úgyhogy nem feltétlen kell fejlődgetni. Jó. Az, hogy az azovra mit teszek, vagy mit veszek, az most tök mindegy, nem? Mhm. Igen. Mert itt van ilyen flatbed... Arra figyelj majd, hogyha szállítmányozol, ugye, akkor tudsz venni high meg low szedel, tehát magas meg alacsony gerget. Az mind a kettő free. Mindegy, igen, és ez ugye nem mindegy, hogy melyiket rakod rá, mielőtt elmész a trailer store-ba, mert mondjuk magas nyereggel nem tudsz rátenni mondjuk olyan trailert, amivel tudsz elszállítani bizonyos dolgokat. Ah, és akkor itt van ez a compatibility check, mi? Igen. Igen. Aha, és akkor mindig figyelni kell, hogy és azt előre látni. Meg tudod nézni? Vagy oda kell menni? Hát ez úgy van, hogy ugye minden garázs mellett van trailer store. Igen. És kimész a garázsból, beállsz a trailer store-ba, és amikor rámennél az adott trailerre, hogy neked azt kell, akkor kiírja, hogy magas nyereg kell hozzá, vagy alacsony nyereg, és akkor az alapján gyorsan visszajössz a garázsba, felrakod, egy idő után nyilván már beidegződik. Persze. Egy-két trailernél, amit rengetegszer használsz, hogy na, ehhez azt fog kelleni, akkor már egyből a garázsban is, és akkor felrakom. És alapból most például bármit tegyek a hátára? Most mit tudom én, fémet, meg nem tudom mit kell vinnem a izére. Én azért nem tennék, mert hogyha nem teszel semmit, még nyerget sem, akkor odamész a trailer store-ba és felajánlja az összeset, amit fel tudsz tenni. Tehát lehet, hogy nyereg nélkül is tudsz feltenni valamit. Ja, értem. Ja. Ó, hát és itt lehet pimpelni. Bár múltkor le akartak róla beszélni, hogy így nem szabad pimpelni az autót. De hát ugyan így... már, de hogy nem, én is szoktam. Hogyne, hát az kell. A legegyszerűbb, hogyha szállítmányozol, akkor alacsony nyereg, és akkor nem lősz mellé. És akkor nem lövök mellé, aha. Nem. Alacsony nyereg, tudsz utána kötni is bármit, meg az alacsony nyeregre fel lehet rakni az ötös utánfutót, és akkor... 5 dolgot el tudsz szállítani. 5-ös utánfutó, úristen, halad, én egyelőre még olyan nagyjal nem mentem. Elviszi az azó. Meg az, ami könnyű elférni sok helyen. Hát láttam nálad durva dolgokat, igen. Igen. Valahogy megizzaszt. Jó, akkor itt van a 8-as. Na igen, a 8-as az egy érdekes dolog amúgy, mert az meg úgy van, hogy az csak a DLC-vel. Tehát, hogyha 8-as, micsoda? Hát 8-as utánfutó. Az olyan hosszú, hogy 8 dolgot tudsz felrakni. Azt egyébként csak a Season Pass-szel kapod meg, tehát az DLC és az nincs az alapjátékban. De azzal közlekedni, hát az rémálom. Hát ezt gondolom. Olyan hosszú, hogy az összes kanyart konkrétan a lehető legnagyobb ívbe kell bevenned, különben nem fog befordulni. Aha. Ja, csak ilyeneket figyelni kell, de... Hát ez elég baszón néz ki. Az igen. Ja, és akkor ez az, amit mondtál, hogy mondjuk kézifék nélkül valószínűleg gyorsabban megy egy picit. Hogy igen. Azzal is elindult, tehát most... Hát erős a motor, elindul az csak. És akkor itt vagyok a trailer store-nál, és hogyha itt belépek, aha, és akkor itt pénzért lehet rárakni. Igen, pontosan. Hát tudod? És akkor itt mutogatja. Oké. De most például... Most például nekem ez kell, tehát ez 6400-ért egy service trailert rá kell tennem. Igen. Mert az a küldetésem, hogy egy service trailert meg metal beamet kell odavinnem a valamihez. Tehát akkor ezt most így rákattintom, buy,
Mondjuk az meg 6400-at fizetett játék? De várjál már, igen, de várjál már, mert általában ezek úgy vannak, hogy ha ott ilyen van a mapon, van, akkor a mapon, igen. Jó. Akkor a mapon az el van szórva valahol, oda tudsz menni, és magad után tudod kötni. Persze ez nem mindig van így, de legtöbb esetben. Igen. Megnézni. Látom, mert azt írja, hogy service spare part, tehát akkor gondolom az nem ugyanaz. Ja, az nem, az a szállítmány, azt fel kell venned. Egy ilyen service hubba valószínűleg. És itt például most, csak hogy értelmezni tudjam, tehát hogy ugye ide kell följönnöm bal föntre. De itt mutat 1, 2, 3, 4 helyen is felvételi pontot, meg ugye nyilván a két különböző oldalára mutatja annak a szarnak. Hát, tehát hogy effektíve azt így akkor meg tudom nézni, hogyha ide kattintok. Ja, hogy ez itt egy warehouse, és innen lehet ezeket a dolgokat felszenni, és akkor itt van például egy service spare part. De ha átkattintok, lehet, hogy közelebbről is tudok olyat vinni. Itt van metal. Ahonnan esetleg tudsz felvenni. Ez itt most service part lenne? Mert itt van egy sideboard trailer. Aha, és ezen itt van ez a jel. És nekem ez kell. Na és akkor ilyenkor kell odafigyelni arra, ugye, hogy olyan nyereggel menjél oda, amivel rá tudod akasztani. Tehát, hogy amivel rá tudod akasztani ugye azt a... Trailer. Másik extra kérdés. Itt ugye van egy metálom, amiből egy kell, és azt már múltkor mondták, hogy de az kettő helyet fog foglalni, és akkor egy metál. És itt pedig van egy olyan, amin van, ez nem tudom mi, ez gondolom kő, vagy tégla, vagy nem tudom mi ez a jelölés, meg az a service per part. Azt olyat lehet csinálni, hogy fölveszem ezt az utánfutót, betolatok, kiemelem belőle azt a követ, ha ott van olyan crane, és berakom helyére a fémet, vagy ez így nem működik? Hát elvileg működhet, de sokkal több meló. Érdem, tehát akkor elhúzom inkább oda egyszer, majd visszajövök, és elviszem a másikat is egyszer. Én igazából ezt úgy szoktam, hogy egy teljesen új utánfutóval gyorsan elmegyek mindkét helyre, és felveszem a cuccokat. Tehát szerintem még mindig az a legegyszerűbb, hogy a felpakolón felveszed. Tehát, hogy már utánfutóstól menjek oda? Aha, üres utánfutóval, és akkor ahol jelzi, hogy fel tudod venni. Ott át is pakolja? Nem, ott mindenhol van felpakoló. Tehát olyan helyre menjél, ahol fel tudod pakolni. Csak az majd késés van a streambe, és így, annyira nehéz. Ja, persze, de elmondani, hogy ha mindegy, tényleg. Most akkor... De lehet, hogy ahol az azóval előtte kihúzom azokat a szarokat már. Az simán jó egyébként, simán jó. Mert itt egymással szemben itt van két ilyen Drowned Highway Truck, meg egy izé Scout Truck. Hát azokat most kirángatom. Most végre revansot veszek a játékon, hogy próbálkoztam azzal a kis szutyokkal előtte. Most meg megoldható. Meg elméletileg itt is láttam egyet, csak azt még nem fedeztem föl. De ott látom a kis piktogramját az autónak. Hát jó, akkor ezeket igen, ki... Meg, hát, igen, meg vannak ilyen szürke részek, amik így úgy maradnak, miután az összes mi az Watchtowerhoz elmentél, ugye? Igen, de azt nem értem, hogy miért, az tök genyó. Azok direkt vannak így, de el kell menni még felfedezni, mert általában ott vannak elrejtve, vagy upgrade-ek, vagy mellékküldik. Ja, hogy még az is lehet, tehát hogy nem poppol föl, de lehet, hogy van ott upgrade. Oh. Nem lehet, hanem szinte biztos. Ja, szinte biztos. Mindig. Hát majd oda egy scouttal elrohanok akkor legfeljebb. Uh-huh. Hát ez nagyon jó. Ez valószínűleg egy lassabb lélegzetvétel, ahogy látom, tehát ezzel nem a gyors tempót fogom diktálni. Igen, de tényleg ez azért jó, mert a sárba is. Tehát, hát nem tudom, te emlékszel-e még, hogy kezdted a játékot. Az első streamen, ugye az alapautókkal meg nem adtam el semmit. Az utolsó küldetés, amit csináltam, az pont ebből a garázsból ebbe az irányba kellett menni, és ugye hát itt még oké volt, de innentől kezdve ugye ilyen saras vizes rész van, és csak úgy tudtam haladni, hogy fától fáig húztam magam. A végén már azt hittem sírva fakadok, hogy ilyen millimétereket tudtam egyik fától a másikig húzni, és úristen. Tehát, hogy az nonsense volt. Ez így mondtam, hogy úristen, én még egyszer nem akarok erre jönni. A legjobb megoldás még egyébként, hogyha a Taigát kiszeded, az megint egy nagyon baró off-road gép, az magasabb is ennél, tehát abban az a jó, hogy magasabb, nagyon gyors, tehát ultra gyors,
Azzal szoktál ütközni, nem? Azzal szoktam olyat csinálni, hogy úgy neki megyek a falnak, hogy utána javíthatatlan. Mert annyira gyors. És cserébe viszont többet fogyaszt jóval, mint az Azov. Tehát az Azov ilyen 4-5 liter, az 15. És tehát így nagyon nem jó, mert meg kell állni vele 2-3-szor tankolni, de baromi gyors. És az meg megint olyan, hogy nem kell megvenni, hanem elmész Tajmirba, legelső map, azt a garázstól 200 méterre ki tudod szabadítani, és a tiéd. Én azon nagyon rögtem, tehát azokat, amikor láttam tőled, hogy repesztesz, és nem bírod bevenni a kanyart, és így fölkenődsz, akkor az azzal van ezek szerint, mert az gyors. Igen, igen, pláne ugye Alaszkában, ahol ugye hát le van fagyva az út, és eléggé csúszós, na hát ott aztán meg pláne nagyon jó, hogy 100-zal megy, a tajga is. Nem tudod bevenni a konkrétan semmilyen kanyart, úgyhogy van olyan. Ezzel az Azovval nem lesz ilyen gond. Tehát ezzel mindenféle kanyart be tudsz venni, mert kb. 15-tel megy maximum. Gyökkettővel megy. Most mondjuk igen. Elakadtam, tehát ez a legszebb. Hát igen, mert ugye, tehát hogy rossz helyen mész, ha vagyunk be. Jó, hát most figyeljetek, én bemutattam, hogy lehet az Azovval elakadni az elakadhatatlan pályán. Ami azért nem kis tehetség, tehát hogy jó, ezen hát nem könnyű. Figyelj, itt most úgy érzem, hogy megakadtunk. Többet látnál mondjuk, hogyha nappal lenne, de hát ugye mondtad, hogy te nem érted, hogy miért kell. Én már rögtön hardcore-ba játszom. Az elején szerintem még nyugodtan leszkippelheted ezeket. Figyelj, én most bemutatom azt, hogy kell recover-ölni. Igen. Például. Hát jó, figyelj, Grappa, nagyon szépen köszi. Már rögtön na, azt, hogy így remélem, így azonnal elrontottad, hogy már is elakadtam én. Ezzel. Én? De hát, na jó. Akkor köszi szépen. Na, majd beszélünk. Oké, ciao. Jó értékot. Szia. Na. Hát a vérprofi taktikákat megkaptuk, és akkor most elmegyünk normálisan oda, és kihúzzuk az autót. Mert az lesz a lényeg, hogy utána csak egy darab ilyen metált, meg egy ilyen spare service partot kell elvinni, ami meg easy lesz. Titi. Hát így egy picit át az erdőn. Jó, azért nem tankot vettünk, tyap-tyap. Mint ahogy láttad, például a vízbe elakadt. De egyébként srácok, tehát hogy az, ami ott van lent, azt nem takarja el semmi. Tehát hogy ott van az AVD, ott van a diflok, és így gecire zöld. Tehát hogy nincs trükk a dologban, tehát hogy így be van kapcsolva. A kövi DLC, na egyébként az lenne a durva, Captain Petya, akkor nagyon kibasznának velem, hogyha fizetős lenne a recover. Tehát érted, hogyha az bekapcsolják, hogy fizetős a recover, akkor lehet, hogy meggondolatlanságból mondjuk hamar elfogyna a pénzünk. De várjátok, azt mondta az a fiú, hogy rossz irányból közelítettem meg a dolgot. Mondjuk akkor lehet, hogy itt. Mindegy, jó irányból közelítettem meg, csak nem kellett volna ott belemenni szerintem a valószínűleg másfél méteres vízbe. $1000 lesz egy recover. Azt a kurva. Jó, hát azért az már ugyannyira nem vicces. Hát amikor mondjuk $3000 kapsz egy... Jó, mondjuk lehet, hogy később meg sokkal többet kapsz érte. Párhuzamosan, igen. Párhuzamosan és szigorúan derékszögbe kanyarodunk rá. Az mekkorát megy nálad az a klip, az a párhuzamos pont exe? Na figyelj, az biztos, hogy innen kell behatolni. Ide? Tehát, hogy itt még egy kicsit előrébb jó voltam.
Ez itt még jó. Na ne basszál föl. Ez most komoly? Hallod, milyen szart vetettetek velem? Ugyan lehet kétszer egymás után elakadni? Vazmeg, legalább lennék annyira közel, hogy pont ráhúzom magam. Kapcsold lóba? Ennél jobban? Tehát, hogy... Ennél hogyan kapcsolom lóba? Tehát, hogy... Ott van, hogy ló. Azért jó, hogyha világos van, mert látom, hogy hol mély a víz. Aha, tehát, hogy akkor itt... itt még azt is látnám pluszba. Osram, nagyon szépen köszönöm a krappának ajándékozott szubot. Köszi, köszi. Turn off beacons. A tetején ki lehet kapcsolni a dolgokat. Jó, na nézzük meg, hogy milyen még egyszer elindulni. Ezt egyébként csak azért csinálom így folyamatosan, hogy ezt az útvonalat nagyon megjegyezzük. Mert gondolom, Michigannek ez az útvonala, ez nagyon fontos. Tehát, hogyha ezen... Ez tudjátok, ez olyan, mint a matek feladatok. Minek csináltál meg 150 ezer matek feladatot? Hát pont azért, hogy megtanult. Biztos jó az upgrade rajta? Semmiféle upgrade nincs rajta. Tehát ez egy pucér azov. Ezen nincs upgrade. Jó. Felülbírálom a döntésemet. És úgy érzem, hogy ezt az autót nem most húzzuk ki onnan. Mert szerintem én félre lettem vezetve, ezzel nem lehet kihúzni. Szóval, elmegyünk egészen... Ezen mi van? Ilyen nekem most nem kell, úgyhogy oda nem megyünk. Mármint, hogy azt nem vesszük föl. Lehet, hogy meg is kell majd tankolnunk. Úristen, azt miért rakta oda? Hallod? Mi van veled? Odáig akarok menni. Persze, hogy ki lehet húzni, tehát ez egészen biztos vagyok benne, de nem most húzom ki. Én még bent hagyom egy kicsit, tudod, szeretek rizikózni, az utolsó pillanatig bent hagyni, csak a végén kihúzni. Most nincs rá szükségünk úgyse. Inkább nézzük meg, hogy hogyan szuperál ez a kocsi tényleges feladatokkal. Tehát itt akkor két köröm lesz. Lesz egy metálbímes köröm, meg az a spare partos. Még az lenne jó, hogyha egy utánfutóra föl tudnék rakni metált is, meg azt a spare partot, és akkor egy úttal elvinni. Ennek a legnagyobb ellensége a deep mud. Az jó, mert ráadásul itt vannak olyan területek, ahol van deep mud. Van egy másik behatolási pont, ahol lehet, hogy könnyebb lenne? Á, értem. Figyelj, itt van egy üres utánfutó. Itt van egy üres utánfutó. Azt nem tudom, ki hagyta ott. Valaki ide szemetelt a mapomra. Hogy került oda az üres utánfutó egyébként? Szia Loli, hello! Lehet, hogy valaki sutyiba bejött a mapomra, és így szana széthagyott utánfutót. Vagy ismét találkoztunk egy buggal. Vagy mi. Hát az biztos, hogy mondjuk így... Annyira hirtelen nem történnek dolgok ennél az autónál, tehát hogy
így megy. És úgy van. De hogy így egy Speed Demon matricát biztos, hogy nem raknék rá, az is tuti. És még a hangja is egyébként sokkal nagyobb, vagy erősebb, mint a kis nyugi háttérzene. Lehet, hogy valakinek sokkal jobban bejön ez a motorzúgás. Lángnyelvet kell rárakni, igen. Na, ezt az utánfutót én hagytam itt, azt tudom, mert idáig elhúztam. Csak nem kellett. Ez a játék nem a száguldozásról szól. Az biztos. Az egészen biztos. Látod, de ott van sebességkorlátozott áll, 55-tel mehetek maximum. Mondjuk egyébként egy kilométer órát azt például el tudnék viselni. Tehát, hogy mutatná, hogy mondjuk a 32-vel megyek. Sokkal többel nem mehetek, az is biztos. Figyeljetek, srácok, hallod? Ez az autó, ez olyan, mint hogyha termelné a benzint. Tehát, hogy átjöttem a map felén, és elfogyasztott összesen 7 litert. Ez lehet, hogy streamenként egyszer kell megtankolni. Tök jó. Valószínűleg nő a fogyasztás majd akkor, hogyha rácsatolok valamit, és hogyha nehezebb cuccokat húzom, nyilván. De alapvetően ez így nagyon kellemes. Jó, akkor először rá fogok tolatni arra a metálos, nem a metálos, hanem a spare partos utánfutóra, azt elhúzzuk magunkkal. Dokkolnál, Lightbuzz, dokkolnál? Milyen jó meg vagy? Egyébként ez a kis rész, ez nagyon tetszik. Na szóval. Professzionális tolatómester. Á, na jó, ne vigyük el azt a tűzcsapot. A tábla az mehet. Oké, erre itt kőkeményen rátolatok. Oké. Azt mondja V. És attach. Really? Mi az, hogy túl messze van? Hagyjad már. Most már elég közel van? V. Attach. Nagyon jó. Szuper. Tehát most ez már rajtam van, és azt hol tudom megnézni, hogy mi van ezen a rakomány? Ott van baloldalt. Tehát 2x2, akkor erre nem is lehetne rárakni semmit, de olyat például simán lehetett volna csinálni, hogy az Azovnak a hátuljára rakok egy valamit, és abba rakom bele a fémet, nem? Tehát olyat lehetett volna csinálni, csak ugye nem raktunk rá semmit. Itt meg itt van fém. Na most már mindegy. Jó, azt mondja, hogy ezeket törölhetjük. És akkor itt most az lesz a feladat, hogy ezt kell fölvinni oda. Na. Ugorjuk meg ezt a feladatot. De ez simán, tehát ugye ezt egy körből kellett volna megoldani szerintem, hogy valami van az Azov hátulján, oda megy a fém, és akkor a service spare partot meg visszük így. Erre magába nem lehet rakni? Hát, hogyha nincs rajta semmi, akkor szerintem nem. Tehát ahhoz legalább kellene egy ilyen
flatbed, vagy, vagy az a... Hát annak most nem fogom tudni, hogy mi volt a neve. De volt, volt, tehát lett volna rá lehetőségem, hogy rápakolom. De mindegy, legalább autokázunk. Most ez nem deep mud, az tök jó. Egyébként nektek is az a véleményetek, amit Krappa mondott? Hogy nem jó az éjszakai, éjszakai mód? Tehát, hogy ha ebbe esteledik, akkor rakjam át nappalra, és akkor nézzük, nézzük inkább úgy. C. No cargo load. Ah. Oké, és akkor most az történt, hogy lekerült onnan az az egy rész. Hát jó. Ja. Hát itt érdekes dolgok tudnak történni azzal az utánfutóval. Haver, én nem is úgy akarom. De te... Haló? Haló? Én azt úgy szeretném, hogy az egyenesen menjen. Majd egy kicsit megerőszakoljuk. Azaz, tudsz te fordulni, hogyha látod, látod, ügyes vagy. Vajon mennyi az esély annak, hogy azt a fát telibe viszem? Ó, várjál, hát nem kell, így. Szerintem, hogyha ezt most valamilyen kamionsofőr is nézi ezt az adást, szerintem visít. Én ezt itt hagyom. Az nekem nem kell. Most mennem kell metal beamér. Hú, várja, de nem fogom beszopni. Várja, várja, várja. Kézifék. B. M. Szóval. Nehogy az legyen, hogy itt meg nincs több utánfutó. Aha, na várjál. Itt. Itt szerintem a meta... Aha. Szerintem vissza kell hoznom azt az utánfutót is. Bár itt is van egy utánfutó. És ezen is volt service part. Szóval azt az utánfutót lehet, hogy vissza kell hoznom, lepakolni róla, és rápakolni. Aha. Várjál, inkább majd magamra húzom, mert megint azt fogja kiírni, hogy túl messze van. Ez lehet, hogy most jó beszívtam volna, hogyha ezt az utánfutót itt hagyom. Gyere, gyere, állj, állj. Attach. Még mindig túl messze van. Akkor húzzad még. Nesze. De most már tudja, hogy nincsen túl messze. Úgy, jó van. Na, akkor visszamegyünk ezzel. Legalább kipróbáljuk, hogy milyen lepakolni egy utánfutóról, meg fölpakolni. Bár lehet, hogy nem kell manuálisan csinálnom, hanem automatán megcsinálja. Szüleimnek is nagyon tetszik a vezetési stílusod. Minden autó befér mindenhova, csak vagy lassan kell csinálni és óvatosan, vagy erősen, erőszakosan, de befér. Tehát szerintem... Tehát maradjunk annyiban, hogy nincsen kicsi parkolóhely, csak türelmetlen emberek. És ez például itt most mi assz? Na, azt majd meg kell nézni, mert... Azzal még nem találkoztunk. Na, hát az, azokat a útjelző dolgokat, azokat amúgy is el kellett volna onnan átakarítani. Na és akkor ez lesz itt nehéz, gondolom. Aha, ott van crane. Jó. Na figyelj, várjál okosan. Így.
Hopp, hopp, figyeled, figyeled. Adunk egy kis ívet annak. Hoppá! Hoppá! Az, hogy az hogy lesz onnantól kezdve egyenes, azt ne kérdezzétek. Itt van egy oszlop, teljesen indokolatlanul. Ez fáj, ha neki megyek? Várjál, most stop! Figyeld, megoldom. Lecsatolom. Mert már nagyon szépen beraktam egyenesbe azt a szart. Most mindjárt kitalálom, hogy lesz ez jó. Ne aggódjál. Lehet, hogy nem a legszebben. Nem egyszerűbb, ha megkerülöm. Nem. Csak itt baszd meg, be lehetett volna jönni lentről. Nyugi, figyeld, ez 500 IQ-s taktika lesz. Ne, ez, figyeld, ez így. Először behúzom, majd elé megyek, és akkor lesz a jó. Na, az 500 IQ, bazzeg. Emberek meg itt tolatgatni akarnak, lófaszt. Fogod, behúzod a helyére. Figyeld. Nem akárhogy tolja a csávó. Nem ma kezdtem. Leakasztom. Majd most megkerülöm az egészet és beállok elé. Ja, várja. Mindjárt rájön. Mire? Arra, hogy nincsen olyan darum, amivel azt fölemelem onnan? Arra kellene rájönni? A zengedélyt kamionozásra. Ha szembe jöttem volna be, és a másik oldalon kijövünk, abba semmi pláne nincs. Abba viszont igen, hogy nincsen darum. Ugye? Arra kellett rájönnöm. Felpakolja automatikusan? De akkor mire volt a cini... Hú, de kemény az a... Az a szar. A méretekkel tudom, hogy gondok lesznek, srácok, tehát azt már elmondtátok nekem, ezt akceptáljuk. Azt már elmondtátok nekem, hogy ugye a fém az kettő helyet foglal, és az számít egynek, de nekem itt most az lett volna a tervem, hogy abból az utánfutóból én kiveszem azt a cuccot, és berakom helyére a fémet, az nem működik? Tehát halott ötlet? Egy kicsit megtolom ezt az autót, olyat lehet. Az a tábla az nem kell, az amúgy is már elavult volt. Na, tehát... Így kell! Működik a remove? Na nézzük. Attach. Unpack cargo. Remove. Na várjál. Ah! Mit csináltam?
Hallod, bazd meg, a Blaha Lujza téren nem tüntetnek el fémet, bazd meg, az indiánok ilyen gyorsan, mint én. Ott van! Csak elraktam a zsebembe. Azt most elővettem. Semmi pánik! Én már úton is vagyok. Ennyi. Ez a closed road, ez nem kell. Ezt szedjük el innen. Jó. Arra senki nem kíváncsi. És akkor haladjunk. Menjünk el a fémmel. Egy pillanat, egyébként tényleg azt hittem, hogy megsemmisítettem. Tehát, hogy eltűnt a fém. Hát nem tudom, honnan varázsoltam volna egyébként fémet. Valószínűleg még a mapon csomó helyen lehet ilyen izé fémlelő helyet találni. Vagy mondjuk összegyűjthetem az összes kidöntött kis útjelző táblát, és leadhatom azt is. Még az is működőképes. Nehéz fémmunkás. Tény és való, hogy ezzel a kocsival sokkal kényelmesebb mendegélni. Tehát, hogy az, amivel én az első streamet csináltam végig, az mámoros volt. Na figyeljetek, és most idehozok fémet, és cserébe eltűnik innen a kő. Jupi! 1600 pénzt kaptam érte. Hát, maradjunk annyiba, hogy pont annyi pénzt kaptam érte, amennyi fáradozásomba ez telt. Jó, viszont itt van most egy üres tréler rajtam, amit most húzzak el a tréler sztórig, és ott rakjam le, vagy adjam el, vagy ilyenkor mit kell csinálni az üres trélerrel? Adjam el, akkor jól gondoltam, jó. Átmegy az ott. Oké. Ezek itt már föl lettek fedezve, úgyhogy itt nincs semmi. Viszont ezért a scoutér majd elmegyünk, hogy az is meglegyen. Illetve itt van egy ilyen, hogy stuck trailer. Aztán gondolom, majd innen kellene kihúzni. Jó, de először eladjuk ezt. Minek fejleszgetni a Szellemvárost és környékét? Hát, hogy beköltözzenek. És Szellemvárosban nem akar senki költözni. De hogyha szépen felvirágoztatjuk... Oké, lehet, hogy itt mégsem megy át. Ja, nem itt jelöltem, oké. Azt hittem, hogy itt jelöltem be, hogy itt menjek le. Ó, nem. Nézzétek! Szerintem ezt jelöltem, hogy majd itt fogok lemenni. Amúgy szerintem lemegy. Szerintem lemegy. Sima. Easy. Híres utolsó mondatok egyike. Ne, hát ez nem volt vészes.
És akkor itt B kézifék, C. Itt rápakolni tudok. Itt rápakolni tudok csak. Hogy tudok eladni? Micsoda, hogy be van keretezve, ami nálad van. Várjál. Először is detach trailer. Anyás. Várjál. Hogy adok el? Fel kell csatolni. Oké. Okay. Attach. C. Ja, be van keretezve, ami nálad van. Ő. Hát azt gondolom ez. Ja nem, itt van a pipa. Fuel carrier trailer. Ez fuel carrier trailer? Az ez? Ja nem, az lehet, hogy csak azt jelenti, hogy mit rakhatok rá. Negyedik. 1, 2, 3, 4. Aha, akkor ez a jel. Oké, okay. Trailer already bought. Jó. Sell. Nagyon jó. Köszi, tehát akkor azt a jelet kell majd keresni. Az mutatja, hogy nálam van. Az a kapcsos... nem tudom mi. Oké. Okay. Na. Nézzük meg, hogy mi a feladatunk most. Tehát itt vagyok fönt. Itt csak át lehet menni a térkép egy következő részére. Innen föl lehetne mendegélni a scouthoz. Közben föl lehet venni egy küldetést. Meg hogyha jól látom, ha még lehet, hogy ide is el kéne. Azt mondta Krapó, hogy ami szürke rész marad, ott is lehetnek extrák. De gondolom itt már nem. Tehát mivel ezt felfedezte, ezért mindegy. Jó, és akkor itt van az Azov, itt vagyok én, szupi. És akkor itt van még egy ilyen Riverside Reaper. Ez a stack trailer, ott nem is volt semmi, bazd meg. Legalábbis nem mutatott semmit. Oda meg majd egy erőművet fogunk fölépíteni. Jó. Melyik úthoz van előbb kedvünk? Próbáljuk meg kihúzni ezt. Most bízunk benne, hogy az majd ott jó lesz. Ha már kiderül. Ezen át tudok menni? Aha. Szerintem sokkal esztétikusabb amúgy is ott a kijárat. Aha, és akkor majd meglátjuk, hogy... egyrészt milyen terepen kell bemenni. Azt mondtátok, hogy itt Michigani területen teljesen jól elleszek itt ezzel az Azovval. Azóta kétszer sikerült már beragadni. Hű anyám! Szűkebb helyen nem tudna... Ja jó, hát ki tudom én ezt itt szélesíteni, nincsen gond. Mondtam én, nincsen... Hey! Hello! Hello! Az majd küldi lesz? Jó, oké, akkor hagyom a picsába. Meggondoltam én onnan kihúzom, de akkor nem. Jó, tehát akkor az ilyenekkel ne foglalkozzak, hogy csak valahol meglátok egy utánfutót, mert akkor az valószínűleg olyan alapanyag, ami majd kelleni fog. Egy daru segít a nehéz autó mentésnél.
Aha, tehát hogyha mondjuk garázsba rápakoltam volna az Azovra egy darut, akkor könnyebben tudok kocsit kihúzni. Jó, ez jó tipp. Majd legközelebb, hogyha ilyen autómentő akcióra megyünk, akkor majd rakunk rá darut. Hó is lesz a játékba. Igen, Michiganben viszonylag kevés van, Alaszkában egy picivel több. Figyeljetek, én nem tudom, hogy mi a mély víz, meg mi a nem mély víz, de ezzel az Azovval már kétszer beragadtam vízbe. Ehhez szerintem valami kétéltű autó kell az meg, amivel kihúzom onnan. De az a baj, hogyha kipróbálom a sekó, akkor megint a világ faszáról kell átjönni a teljes térképen, innen, megint körbe, hogy ide visszajöjjek. Ez egyébként annyira nem tűnik menőnek. Tehát, hogy... Ezt nem is így mutatta a térkép. Teli gázzal előre? Ó, van bazeg. Várja, nem. Tolatva. Kevés volt az a nem? Igazából csak addig kellene eljutnom, ameddig rá tudom csatolni és meghúzni. Várjál, ez annyira nem tűnik mélynek. Aha! Ráérünk! Ki az, aki ilyen helyre pakolja le? Ugye? Hát alapvetően ez is egy korrekt kérdés. A faszom rakja le oda az utánfutót. Jó lesz! Jó lesz! Mindjárt kint van! Anya! Jó, és ezt most el kell vinnem és eladni? Gondolom itt most ezzel csak annyi a feladatom, hogy elviszem, és
és ott a trailer store-ba eladom. Aktiváld a küldetést. Hát persze, hogy tudom, hogy miről beszélsz. Milyen küldetést? Missing machinery. Find and deliver to factory. Ah, jó, az nem az. Stuck trailer a neve? Hát ezen nincs mit aktiválni, ez csak így van. Itt nincs activate. De csak én nem látom. Itt nincs mit aktiválni, ezt csak kihúztam onnan, az csá. Tehát itt van egy object. Ja, vagy lehet, hogy itt? Nem, itt sincs. Task fül alatt van. Hol? Missing machinéria. Missing oil tank. King of the hill. Még nem vetted fel? Oh. Ott van a városka felett a küldetés. Ja, hogy ide! Ja, hogy stuck trailer, ugye? Erre gondoltok? Ez, hogy itt vehettem volna föl, ugye? De akkor csak én már ide visszahúzom, az cső. Jó, oké, hát akkor nem adjuk el. Az volt az a küldetés, amit még mondtam is, hogy mi a szarazott, azt föl kellene venni. Csak ez már annyira a sok száz IQ-s gameplay, hogy előbb hozom el a cuccot, és csak utána veszem föl a küldetést. Na, az a nem mindegy. Balra kell mennem, ugye? Igen. Ez lehet érdemes lesz az, amit Krappa mondott, ez az interaktív map. Bár az a helyzet, hogy nem biztos, hogy akarok így átugrálni másik mapokra, felszedni ilyen upgrade-eket, hanem mindig, amikor oda jutunk. Most már nem kell a logír. Igen, gondoltam rá, hogy kiveszem most már lassan. Csak nem voltam benne biztos, hogy föl tudom-e húzni anélkül. Na. Hát akkor haladjunk. Hiha. Ja, jó, itt már jártam. És legutóbb, amikor ilyen köves területen jöttem, akkor volt, hogy megsérült a futómű is, meg szerintem a kerék is, ahogy így ilyen nagyobb köveknek neki mentem elég gyorsan. Ja, értsd jól, tehát gyorsan. Már amennyire lehet gyorsan menni ebbe a játékba. A sávtartásra hál' Istennek nem kell figyelni. Egyébként minden elismerésem, tehát aki kamionos bazd meg, és tud közlekedni ezekkel az óriás utánfutókkal, normálisan, nem úgy, ahogy én. De az full respect. Tehát az, hogy ezekkel hogyan tartod az íveket, hogyan veszed be a kanyarokat, brutális. Ja, dehogy nem. Azt fogjuk mindenféleképpen csinálni, hogy a scouttal körbe megyünk a mapon, felszedegetjük a taskokat, és akkor utána indulunk meg. Most már ezt megcsinálom, de lehet, hogy utána akkor átváltunk arra a Khanra, amire mondtátok, hogy egy baszó scout, és akkor felfedezünk vele mindent. Ez kellett nekem? Nem. Az ott. Legalább kipróbáljuk azt a Khant, mert ugye egyelőre én még csak azzal a Chevy-vel mentem, ami ugye az alapjárgányunk volt. De most már van akkor egy... Azt mondtátok, hogy level 10-ig tökéletesen jó lesz az a scout nekem.
Na figyeld! C. Accept. Track. Így kell csinálnie! Easy. Jó. Most az azovot itt hagyom, mert itt úgyis vannak questek. A Chevy-be egy pillanatra bepattanunk, csak azért, hogy azt mondhassam, hogy recover. Aztán azt mondhassam, hogy Truckstop, nem. Customer? Hogy lehetett ezt eladni? Itt a Chevy. Retain. Truck, nem Truck Store. Truck Storage. Chevy. This is your Truck Storage. Mi? Ah, oké. Okay. Sell. Király. Ezt is eladtuk. Jó. És akkor most itt van bent ez a fantasztikum. Nézzük, hogy ezt valamivel tudjuk-e pimpelni. Rekordidő alatt csináltuk meg a küldetést, igen. Ó, van egy motorább. Micsoda? Azt figyeld. Ez a motor van rajta, power to weight, C+, és ezt a KR135-öt rá tudom tenni. A heavily modernized variant of a popular light engine used in off-road vehicles, és A+-ra ugrik tőle. Abban a pillanatban, bazeg. Hát az mi upgrade már? És ezt meg eladhatom. Viccelsz? Azért ez nem kicsi upgrade. Jó, gearboxba van-e valami? Semmi. Suspenzióba? Semmi. Kerék. On-road? Poor. Excellent, excellent. Jó, hogy ez van rajta alapból. Ezek között például most mi a különbség, srácok? Ugyanolyan, tehát hogy ugyanúgy 44-es, TM1 és 2, statba nem változik semmi. Talán ezen a barázdák mélyebbek, de hogy így, vagy ráadásul tök más. A mintázat, aha. De akkor, ha statba nem látok változást, akkor nincs nagyobb különbség. Stock Scout, és ugye erre lehet tenni az autonómus scoutot. Average rope length and pull. Ugye az autonómus volt az, hogy még gyengébb lesz, viszont akkor is működik, hogyha fölborult az autó. És én ezt rá is rakom, mert ugye bug miatt fölborulhat az autó. Van egy plusz kerekem, nagyon jó. Snorkel is van rajta. Frame add-on. Roof rack. Reach rank 14 to unlock. Jó, hát akkor ez ennyi. Na. Stock. Hunter. Toe loops. Abban a pillanatban. Na várjál, várjál, stock. A hunteres az jól néz ki. Jó lesz az. Ezek fontos upgrade-ek, srácok. Azt hiszik, ez csak kinézett, de nem. Ez micsoda? Wheel arch extender. Jó lesz. Rims. Az nem kell. Oké. Okay. Ja, hogy ez egy DLC-s festék. Ó, oh, oké, okay, jó lesz. Ilyen pókerlapok vannak rajta. Belső nézetben szerintem még életemben nem váltottam.
Exterior stickers. Van DLC-s sticker? Nincs. Ez jó lesz. Apply sticker. És mi az a next slot? Oh! Szét lehet matricázni. Amíg az oldalára nem kell. Oda se. Ez mi, ez a tető? Aha, ez a teteje. Lucky path. Jöhet. Hood ornament. Egy bulldog. Sabertooth, kobra, delfin. Jó lesz. Egy jó kobrát. Egy jó kobrát ráraktunk. Belülre, tehát mondjuk belső nézetre is egyébként át tudnánk váltani, nem? Jó, egy jó Wunderbaum. Egy jó Wunderbaum mindig jól jön. Nekem ez tetszik. És ez itt ennyi? Tehát, hogy... Ó, ja nem, itt is vannak stickerek. Várjál! Shut up and take my winch. Jöhet. Light my fire. Jöhet. Your adventure. Offroad club. Abban a pillanatban. No road, no problem. Don't eat yellow snow. Jó! Na hát szanaszét pimpeltük a járgányunkat. Úgyhogy most már mehetünk. Leave garage. Király. Jó, és a feladatunk akkor a fölfedezés. És a taszkok fölvétele, ugye? Jó, hát akkor nézzük azt, hogy... Jöjjünk el erre. De akkor innen kellene. De innen nagyon nagy kerülőt kell tenni. Először megnézzük, hogy mi van itt. Mert akkor ennek itt föl kéne fedeződnie, mert itt is van egyébként egy járgány. A tetőre csak később. Azt írta, hogy 14-es szint kell ahhoz, hogy azt a pluszt rá tudjam tenni. Titiriri! Úristen, de gyors! Na jó, annyira nem. Olyan, mint hogy egy ilyen távirányítós kis autót irányítanék. Kurva jó. Várjál, hát ez begyorsult! Na ezzel vigyázni kell, mert ez ám megy, mint a golyó. Na most már értem, hogy miért mondtátok, hogy ezzel jó lesz felfedezni. Hát ez beindult, mint az állat. Úristen, várjál, hát ez irányíthatatlan. Haló? Most ez hova megy? Elnézést. Ezzel vigyázni kell, mert ezzel azért fogok borulni, mert olyan gyorsan megy. Bazd meg, én előrét nyomom. Úristen, ezen át tud menni. Amúgy is akartam egy kétéltű járgányt. Azt a kurva. Na ez már döfi. Hát ezt egyébként kormánnyal biztos, hogy nagyon durva. Biztos, hogy nagyon durva lehet vezetni, mert gondolom minden egyes alkalommal, amikor
én nekem ugye nyilván a billentyűzet nem tart ellen, de nálad gondolom meg folyamatosan rángatja a kormányt, és sokkal könnyebben tartod egyenesbe az autót. Wow. Na jó, ez nagyon durva, hogy ezzel hogy lehet közlekedni itt. Jaj. Hoppá. Ó, már látod, megint alám jött egy kő. Küzdeni kell. Jó, de azt szerintem meg tudja adni a feelingjét. Hű, az meg... Na, az ott szép lett volna, ha arra megyek. Aha, de ennyitől meg nem fedeződött föl. Most kajak, be kell oda mennem? Még a kacsáknak is lehet hallani a hangját. Azt hittem azért az már elég, hogyha így jövök ide. Na, ott például most már azért felfedező. És még közelebb kell menni, hát ezt nem hiszem el. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, szerintem kibaszott feelinges ezt éjszaka is csinálni. Na most az a vicces, hogy ez például az Azovval tuti, hogy nem tudom kihozni. Tehát, hogy itt már százszor elakadt volna az Azov. Mondjuk ezzel megpróbálhatom. Kizárt dolognak tartom, hogy ezt ki tudja húzni, de... Az nem. Maradjunk annyiban, hogy ezt inkább ne. És az mi? Srácok. Az a jelölés, az micsoda? Küldetéshez tartozik. Jó. Na, ez offroados járgány, bazzeg. Legalább felfedeztük. Na, erre már azt mondom, hogy ez király autó. Kihúzod azt? Nem próbálkozom vele, mert csak saját magamat húztam rá. Tehát ez túl könnyű ez az autó ahhoz. Majd szerzünk upgrade-elt offroad autót, és akkor azzal majd kihúzom. Rakhattam volna a delfint is a tetejére. Gondolkodtam rajta. Mert hogy ezzel úgy nagyon, nagyon fogunk vízben is közlekedni. Hoppá, láttátok? Majdnem megint bug volt. Jó. Na akkor ez felfedezve, és ott valószínűleg nincsen más, bár azért csak nem kell így végig menni körbe a mapon. Vagy de? Ez egy, itt lehet, hogy le kéne jönnem az útra, és így körbe menni, hogy megnézni, hogy itt is van-e valami? Csak nem.
Na erre mondjuk jó lehet az az interaktív map, hogy... hogy tud, hogy merre fele mi van, és akkor nem mész fölösleg... nem mész fölöslegesen olyan irányba. Egy dolgot nehezen tud ez az autó egyenesen menni. Minden átmegy, csak nem egyenesen. Furcsáltam is, hogy egyébként ilyen nagyon kevés XP-ket kaptam azért az egy-két küldetésért, amit eddig csináltunk, de hát akkor kiderült, hogy azért, mert az ugye nem main küldetés volt. Csak ilyen mini task. Merjem megkérdezni, Skacok, hogy ti hanyas szintűek vagytok a játékba? Vagy inkább nem szeretném tudni? Mi van? Ezt már egyszer fölvettem. Jó, ezt egyszer már fölvettem. És akkor ide kell eljönni. A várjál viszont akkor aktiválni kell, ugye? Start tracking. Scout is recommended. De miért pirossal írja? Teljesen, teljesen korrekt autóval próbálom meg ezt csinálni. 15 level Michigan, 84%. Norbi 41-es szintű. Az igen. Na most ez például szerintem most így sok... Várjál! Oké, srácok, gyors kérdés. Hogy megyek belső nézetbe? Itt most úgy akarok fölmenni, hogy belső nézetbe vagyunk. Mert az este biztos, hogy kurva jó. Melyik gombbal megyek belső nézetbe? Egyes. Na jó, lehet, hogy ez mégis hülyeség volt. Fa! Ah! Na jó, ez beteg. Azt a fityegőt ki a faszom rakta föl a kocsira? Haló? Ezt a bugot, bazd meg! Milyen jó, hogy most megpróbálhatom magamat lerángatni. Na, ez ennyi, bazd meg, ennyi. Ennyi, easy, és ti még azt hittétek, hogy beszoptam. Egyébként most a helyzet az, srácok, hogy belső nézetből geci para ez a játék. Mit csinál az autó? Ez csodálkozó, hogy fölborulok? Hát ezért két kerékre áll. Most szerintetek repülök? Ezt látni akarom kívülről, geci. Ja, hogy egy ilyen. Ja, hogy itt az út. Hoppá!
Na, igazából csak lejjebb akartam jönni egy kicsit, és így egyszerűbb. Így sokkal egyszerűbb volt lejjebb jönni, mint hogyha tolatgattam volna. Tehát ezt hívják a 360 no-scope-nak. Offroados körökbe. Mered, ez bentről kell, bazd meg. Ez így nagyon-nagyon hard. Ez valami eszméletlen durva így. Há. Én ezt belső nézetből nem is tudnám játszani. Ez konkrétan a lehetetlen kategória. Nem, ez nem volt szándékos. Hallod, baszdmeg? Nagyon nem jó. Jaj. Jó. Na, újra! Van az a sorozat, srácok, úgy hívják, hogy Teletubby. Egy Teletubby című sorozat. Abban ordibálják mindig a kis genygócok, hogy újra! Újra! Hát ez most ez. Én átmegyek ezen a fán is. Csacok, na most az a szitu, ezt a Serengeti ragadozóiba láthatjátok, amikor egy offroados autó meghág egy fenyőfát. A kanos offroados autó esete. Nem jó! Ne, vissza, nagyon jó! Na most is, akkor most lóg ír be. Ne esél le. Urvanyát ennek a küldetésnek, hát ezt milyen autóval lehetett volna megcsinálni, ha nem ezzel? Na itt hozzá föl egy azovot. Jó estét, közúti ellenőrzés, kérem az iratokat felmutatásra, Avidisztról Avidisló. Nagyon szépen köszönöm a csírt, köszi. Hát, fölmerül most bennem a kérdés, hogy ide, miért nem gyalog jövök föl? De most komolyan! Ide olyan szép túrát lehetne szervezni, ehelyett meg érted egy kocsival próbálkozok. Vajon hol késik már a pizzafutárom a Avidisztról? Ó, Istenem! Azt nem tudom, de nagyon éhes vagyok én is. Nem is ebédeltem ma, srácok. Úgyhogy nagyon éhes vagyok, és nem tudom, hogy még mit fogok kajálni. Azt a rohadt életbe, de... Ez most komoly? De ez ki találta ki ezt a... Na most őszintén. Ide milyen autóval jössz föl, ha nem ezzel? Ez nagyon durva! De följutottunk. Jó, egy pillanatra,
Egy pillanatra azt hittem, hogy nem fogja megadni a küldetést, mert hogy másik fajta autóval kellett volna jönni. De megadta. Lefele sokkal könnyebb lesz. Ezt megígérhetem nektek. Sokkal könnyebb lesz, mert én tudom, hogy itt egyébként itt van út. Össze lehet törni egy autót teljes TK-ra. Na, szerintetek valamilyen módon megoldom-e, hogy arra az útra ott lejussak? Mert nekem egyébként az az út kell. Ja, nem az az út, nekem ez az út kell. Azt nem mondd, bazd meg, hogy... Nem már, hogy ezen múlik! Beszorultam, bazd meg, egy izébe! Semmi, ez nem tudom magamat izé kapcsolni. Ez az komoly! Megoldom, bazd meg. Pókmalac! Pókmalac! Mászik a pókmalac! Álló tű! Sos esző! Lehet, hogy egy kicsit jobban megtervezett útvonallal. Nem biztos. Ezt innen már nincs hova kötni. Kurva életbe. Picsába! Pedig majdnem megvolt. Majdnem megvolt. Megint egy bug. Nem lehetett hova kötni a kocsit. Nem lehetett hova kötni, akkor ez volt az egyetlen egy gond. De mondom, ez egy játékbeli hiba. Szervezek-e community túrát? Komolyan ti szeretnétek egyébként... A fityegő a visszapillantón lógott a szemembe. Köszönöm. Az a jó, hogy rátok mindig számíthatok. Ha kifogást kell találni, nálam szerintem csak ti találtok ki gyorsabban kifogást. Akarnátok ebben ilyen közös gameszkót? Nem tudom, hogy működik pontosan ebbe a izé közös game. Na, hát most egyébként teljesen jó helyen vagyunk. Én egyébként megadtam volna most magamnak a King of the Hill dolgot. Szerintem simán. Na. Missing oil tank. Jó, hát nyilván most már föl fogunk menni a North Peak-re. Itt ez valószínűleg küldetéshez fog kelleni, úgyhogy fölösleges oda menni, viszont itt van a missing oil tankos ókamóka. Aha. Tehát azt innen ki kell húznom, és elvinnem oda. Hát azt majd az azóval megcsináljuk szerintem.
ott a Kodiak. Én ezt szeretném megcsinálni. Hogy várjál? Okosan. Itt az Azov. Itt az Azov. Ha az Azovval megépíteném ezt a hidat, akkor utána már át tudok ide jönni egy ilyen karikával, és a Mountain Bridge-et is meg tudom építeni. Jó, viszont előtte a Mountain Bridge-et föl kéne venni, hogy lássam, hogy mit kell odavinni, és majd csak úgy megyek oda az Azovval. Úgyhogy akkor azt fogjuk csinálni, hogy kijövök. Akarok-e itt körbe menni? Hát igazából itt is mehetünk. Erre még úgyse jártam. Hogy van itt az összekötés? Aha, itt így kell fölmenni. Csak előtte jó lenne ezt az oil tankot megnézni. Skacok, ennek van értelme ide jönni, vagy ez úgyis csak azt mondja, hogy ezt húzd el innen oda? Izomból kipattintatok engem a izész? Szorult helyzetből? Borzasztó durva belső nézetből. De nagyon menő. Milyen lapos a kerekem, ahogy elindulok? Ó, és várjál már! Ha például defektet kapok. A küldét azt tudom, hogy a benzinkútnál kell fölvenni, de az előbb is működött úgy a dolog, hogy már rögtön húztam, és utána vettem csak föl a küldetést. Tehát, hogy effektíve azt csináltam, hogy már az utánfutóval, vagyis hát már azzal a cuccal mentem a küldetéshez, és akkor rögtön le is tudtam adni. Rekordidő alatt. Na várjál. Ez komolyan mondom, még belső nézetből is brutálisan jó. Tök jól néz ki. És csak ne kelljen olyan szűk helyeken menni. Jó, hát ha gondoljátok, csinálhatunk majd ilyen community-s izét. Az a durva, hogy ezen még az összevisszatek. Értem egyébként, amit mondasz, Norbi. Én amondó vagyok, hogy... Igen, egyébként lehet, hogy az jobb, hogyha egy küldetést kinézek, és azt csinálom. Nem az van, hogy mindent felfedezek. Csak volt egy olyan tanácsotok is, hogy először fedezzek fel mindent, gyűjtögessem be a... dolgokat, és akkor utána már csak ki kell jelölni, és úgy csinálni. Egyébként szerintem, ha egy egész streamet végignyomnék így belső nézetből, olyan szinten lenne hány ingerünk, hogy az valami eszméletlen. Én már most majdnem rosszul leszek, hogyha azt úgy belülről nézem. De szerintem ti is, ahogy remeg a képernyő. De nagyon eltalálták, tényleg nagyon jó. És az a helyzet, hogy tényleg aláírom én is, hogy nagyon jó a grafikája is, tök jó, nagyon szépen megoldották ezt a játékot.
nem mondom azt, hogy egyébként 100%-ig könnyű mondjuk így alapvetően azt a részét megérteni, hogy mi szerethető rajta, ha csak nézed. Én is nagyon sokat néztem egyébként Krappánál, tehát általában elég sokat szokott futni az ő streamje is így ilyen lurk módba, és hallgatózok. Játszva tényleg nagyon más. És tök jó. Tényleg nem gondoltam volna, hogy én is fogom élvezni a játékot. Abba biztos voltam, hogy valamilyen szinten tetszeni fog, és kipróbálom. Mert emlékeztek, amikor még talán a Mudrunner-nél mondtam, hogy meg akarom nézni, csak aztán kicsit úgy ellaposodott a gondolat, és végül nem vettem meg rögtön, amikor kijött a SnowRunner, mert ugye előrendelni, emlékezzetek vissza, előrendeltem, majd refoundolták az előrendelésemet, mondták, hogy a játék megjelenésekor minden elkelt, és ugye azt még az Instant Gamingen rendeltem elő, és akkor kaptam egy refoundot rá, hogy nem volt már kód, de és aztán meg utána már nem vettem meg rögtön. Ez paszki, ez a küldetés, ez nagyon vad. De én átkapcsolok low fokozatba, mert nem lehet lassan menni, bazd meg, billentyűzet egérrel. Wow, na ez? Elvakít a nap. Ez az autós Dark Souls, végül is igazad van. Autós Dark Souls, na az igen. Na, ezt kell majd mondanotok Krappának, hogy ő igazából folyamatosan Souls játékkal játszik, csak még nem tudja. Na majd ez lesz holnap, amikor nyomja, majd akkor beírom én is a chatre, hogy amúgy tök jó ez az autós Dark Souls. Csak lehet, hogy még itt van hallgatja, akkor már nem lesz olyan poén. Feljutottunk. Ez sokkal egyszerűbben ment, mint az előző. Azért 2800 pénzt kaptunk ezért. És innen nagyon gyorsan le lehet menni. Tolatva. Azért kellett tolatva menni, mert ha nem látod, akkor nem félsz. Ez ugye tudjátok, hogy... úristen! Azt hittem, hogy egy szikla szélén lógok. Fölakadtak, hogy... Ez egyébként sokkal veszélytelenebb volt, mint én azt gondoltam. A pótkerék fogja az ütközést, tényleg? Körbe kellene rakni az autót pótkerekekkel, mint a Leisure Suit Larry-be emlékeztek, amikor a tutaj köré raktuk a lengés csillapítókat. És akkor aztán lehetett volna menni folyamatosan. Easy. Na most meglátjuk, hogy ez a küldetés.
hogy ehhez mi kell. Accept. Oké, visszafordulunk. Fél trollságból egyébként a játékba simán berakhatnának bazd meg Bigfootot. Jó, ezt itt megnézzük. És utána innen ide le fogunk menni az upgrade. Azt az upgrade-et megszerezni. Ezek az alternatív útvonalak szerintem a legjobbak. Ennek nagyon örülök, ennek a kocsinak, ez kurva jó, hogy mondtátok. Ott majdnem valami történt. Na nézzük, mi kell ehhez. Accept. És most itt veszünk egy éles jobb kanyart. Várjál, kicsit hátrébről. Aha, várjál. Meg kell kerülni a korlátot. Hát szerintem ezt most látná az oktatóm, aki annó tanított vezetni. Biztos sírna. Elnézést. Ne baszd fel, hogy egy ágba így meg tudok akadni. Remélem a vízeljárás upgrade-jét kapom meg ezek után. Vagy egy láncfűrészt az autó elejére. Hoppá. Na! Easy! Szia Manci, hello! Das upgrade! Available for current truck. Hoho! Yes! Király! Na. Akkor fölvettük ezt, meg ezt. Oké, tehát a roadblock megvan. És akkor ez kell még nekem. Viszont... itt mögöttem van egy felvehető szintén a Missing Oil truck. És akkor ott tudnék tanykolni is. Mert a fele benyát már elégettük. Furcsa dolgokat művelek így a fákkal. Tényleg kezdem azt érezni, hogy az autóm rettenetes mód kanos. Mindegyik fára föl akar mászni. Na várjál, itt most hol vagyok? Aha. Na mehetünk egyenesen. Nem akartam kikapcsolni. Mit csináltam? Ja, always on, jó.
Á, hát ezt a kis autót imádom. Én nem is biztos, hogy meg akarok válni ettől a kis autótól. Ez annyira, annyira kis cuki. És azt mondjátok, hogy... hogy ennél még jobb lesz majd az a... az a másik offroados autó? Vagy, vagy mi a scout, scout autó? Majd tízes szinten? Nekem ez rohadtul tetszik. Én ezt tök szívesen megtartanám. Kíváncsi lennék, hogy ez mondjuk így fullra tuningolva milyen. A jár... A járra jobban jár? Azt mondod? Ó, erre emlékszem, itt jártam. Ezt én hagytam itt ezt az utánfutót, azt hiszem. Fuel stáció, ne? Oké. És ezt... Várjál. Show task. Ó, ez már föl van véve. Oké. Mondjuk innen bemeltünk majd a farmra, hogyha jövünk föntről. Jó, viszont most... ezt megtudjuk. És hogyha minden igaz... ott van még az upgrade. Ha minden igaz, hogyha ezt most felszettem, akkor utána átválthatunk az Azovra, és elkezdhetjük oda hordani a cuccokat. Mert akkor már tudjuk a küldetéseket csinálni, mert ezeket már felfedeztem, és akkor megnézhetjük, hogy mi kell hozzá, és akkor elkezdjük bevinni a cuccokat. Scoutnak nekem is a kis kán van, szerintem teljesen jó. Nekem nagyon bejön. Mi biztos, hogy meg fogjuk nézni, mert hogyha azt mondjátok, hogy az a jár, az ennyire durva, biztos nagyon-nagyon kemény lehet, de... de hát már mi mindent megéltünk ezzel a kis autóval. Azért az a sok emlék, bukfencezés, backflip, frontflip, sideflip. Már mindent csináltunk ezzel. Jó, lehet egyébként, hogy el fog törni a tengely egy idő után, de azért, ha jól látom, ugye, ha nincs kör, hoppá, ha nincs kör az ikon körül, akkor az azt jelenti, hogy teljesen épp, és ahogy elkezd szépen sérülni, akkor egyre kisebb lesz. Ez itt mi? Ezt most fedeztük föl? És ez miért van itt? Ja, ezt lecsatolom róla, mert gondolom ez is egy küldetés lesz. De hogy itt megtaláltam egy izét? Egy ilyen benzines dolgot. Ennek az autónak, srácok, lelke van. Viszont azt mondtátok, hogy Mudba nagyon rossz az Azov. Hát itt mit fogok azzal művelni szerintetek? Még lehet, hogy inkább a másik oldalról fogjuk megépíteni, és akkor megvan oldva. Accept. Na! Hát a másik oldalról sem könnyebb a bejutása, ahogy látom. jó. Na, hát akkor szerintem igazából akár itt is hagyhatjuk a scoutot. Szóval az Azovval, ugye ez most itt van nekem, megpróbálhatom azt, hogy ebből az irányból be, bár mondjuk itt ez nem tudom, hogy ez itt mi, tehát hogy ott át lehet-e hatolni, vagy nem. Sanszosnak tartom, hogy nem. Ha csak nem az van, hogy ott nincs teljes víz. De mondjuk innen lehet, hogy be tudnék menni. Jó, nézzük ezt.
Azt mondja, a Wooden Bridge. És ezt hol kéne látnom? Itt. Start tracking. Azt mondja, hogy deliver to Wooden Bridge. Csak simán Wooden Planket kell. Ráadásul innen. Átülünk az Azovba. Ha máshonnan ne... Ha, ó, amit itt hagytam lent, azon is fa van. Várjál, kettő darab kell, és itt... Gondolom, fel tudom venni mindet. Normális, Margit. Hülye vagy? De most miért oda rakosgatja őket? Simán átmegy? Jó. Jó, hogy ráadásul... Bezd meg. Na jó, mindegy. Azt hittem fölfele kell mennem. Kell az a pót, mert másképp nem tudsz oda fát vinni. De vár. Állj. Itt? Itt nincsen... Ó. Aha. Oké, de itt van ilyenem. Ez fog akkor nekem kelleni, mi? Le kell mennem ezért? Itt van egy üres egyébként. Lehet, hogy innen kellene az üressel fölmenni. Várjál, itt van egy trailer store. Lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy az Azovval fölmenni a trailer store-ra, venni egy trélert, és azzal lejönni, vagy jobban járok, hogyha ezt a... Mondjuk miért vennék, hogyha itt van egy? És azon ráadásul van plusz két fa, nem kell vennem semmit, csak elhozom és kész. Nem kell pénzt költeni. Melyik irányba áll az a trailer? Lehet, hogy rá kell... Lehet, hogy tolatnom kell majd a hídra. Azon ráadásul tényleg, jó, hogy mondtátok, azon kettő darab fa van. Nem kell sehol máshol semmit fölvennem. Felszedem azt az utánfutót, azt elviszem odáig a hídig, és akkor kész is van az a híd. Jaj, de furcsa most a kis fürge autó után ezzel a lassú csigával menni. Hoppá! Lehet, hogy nem árt az útra figyelni. Kurva jó! Visszafele tankolunk is. 347 a reguláris benzin.
Hát bazd meg, ezt, hogy megcsinálták egyébként, kibaszott jó. Komolyan. Nem tudom, hányszor fogom még elmondani, amíg játszunk vele, de nekem nagyon bejön. Már csak az lenne a jó, hogyha lehetne valami utastársat szerezni, mondjuk egy jó bögyöst. Aki még szórakoztat minket, miközben így... bazd meg, nem jó irányba áll az a izé, majd forognom kell vele. Vagy 500 IQ. Gondolom a kicsivel rátermettebbek, azok meg tudnák oldani, hogy ott megfordulnak vele. Én használom a másik taktikát. Neki megyek. Első és legfontosabb körbe. Én lehet, hogy így húzom el odáig, az úgy működőképes? Végül is nem kell összecsatolnom. Jó, és most rátolatok. És beforgatom. Na? Na? Mit szóltok ehhez a taktikához? Na, he? He? Ez a nem mindegy. Ez valószínűleg az utakon... Valószínűleg az utakon nem így oldják meg. Jó lesz az, jó lesz az. Most már vagyok elég közel ahhoz, hogy összekapcsolódjunk, nem? Nem, még mindig azt mondja, hogy too far. Az, összeállt, úgy, mint az a bizonyos bugyi. És már mehetünk is. Jaj, nem ezt akartam megnyomni, hanem a mappot. Azt miért oda rakod? Ezt fejtse már meg valaki, mi a szart csinál ezzel? Nem is fogunk tankolni, mert itt viszem át. Nem biztos, hogy a legjobb lesz. De megpróbáljuk. Szar lesz elakadni ott. Kanyarodj be. Igazából ez direkt volt. Nagy ívben kell kanyarodni ugye egy ilyen szép utánfutóval. Küldetés sikerességében nem teljesen vagyok biztos, mert nem tudom, hogy ott a vége fele ugye nem ismerem a terepet, mert arra nem jártam. Úgyhogy nem nagyon tudom, hogy ott mennyire lesz víz, vagy mennyire lesz para ott a sár. A benya azt gondolom elég lesz, legalábbis nagyon remélem. Így van, Connor, neked előbb leesett, hogy nagy ívbe akartam fölavatni azt a kanyart.
Figyeljetek, hogy minél éhesebb legyek. Nálatok mi a vacsora? Meséljetek, legalább a tudattal hadd lakjak jól. Utoljára reggeliztem, tehát itt 13 órával ezelőtt kajáltam. Főcsonka, meleg szendvics. Jó, mindkettő jó. Brassói sült csirke. Jó, most már lehet, hogy egy kicsit megbántam, hogy ezt így kértem, hogy írjátok le, mert tényleg még éhesebb leszek. Ú, baszki, azt írtam be, hogy itt föl. Aha. Jó. Slow gear. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt itt föl fogom tudni húzni. Egyelőre úgy tűnik, hogy de. Fókuszos curry. Fókuszos curry. Bolonyai gnocchi. Miért? Olyan jókat esztek. Én meg majd megyek ki, azt teszem a zsíros kenyeret hagymával. Hát ez egy mi a faszom? Itt volt egy rejtett upgrade. Király! Ja, hogy szürke terület volt. Ó. Oh. És ne már is mutatja, hogy lötyög a benzin a tartályba. Kurva jó. Start. Geci, ezt ha akarnám, se tudnám megcsinálni.
Ne! Ne! Jó. Jó, itt az volt a lényeg, hogy a... arról a szerencsétlen lakóautóról tudtam magamat kihúzni. Komolyan szerintem, hogyha akartam volna, hogy majd berakom a kettőt pont a két dupla kerék közé, akkor se tudtam volna megcsinálni azt. Ez így már működik? Mi az a piros? Ó, oh, hogy nem volt pekkelve. Oké. Megépítettem a hidat? És most szembeáll az Azovom és a Kánom. Jó. Akkor. Szerintem a roadblockot kellene. Service start tracking. Mhm. Jó. Ez easy. Ez jó, mert ez most így egész közel van egymáshoz. És innen kiviszem ezt az üres cuclit. Azt a pótot nem tudom elhúzni, mert low saddle kell hozzá. Jó. Figyelj, adott esetben egyébként... ezt hol látom? Flatbed semi-trailer? Abból kellene tudni? Mármint, hogy már így fejből? Vagy mi, hogy szól erről a játék? Mert... tudni kell fejből, oké. Okay. Nem tudom, hogy mi a vacsi. De valami kis csokit ennem kell, ameddig a vacsorához hozzájutok, mert itt fogok összeesni, kell egy kis cukor. A pót neve és az ikonja. Uh-huh. Oké. Okay. Akkor viszont kell egy trailer store. Vagy egy garázs. Tehát vagy az van, hogy visszazúzok a garázsba, és fölrakom rá, és úgy megyek egy kört. Nem fölmegyek.
És lefele jövök egy kört. És legalább el tudom adni ezt az üreset. Meg legalább felfedeződik ez a terület. A feladat leírása mutatja, hogy milyen. Tudom, hogy lehet a garázsban rárakni. Trailer store-ba nem. Ha visszaemlékszem, azt mondta Krappa, hogy ne rakjak rá semmit, mert ha utána elmegyek egy trailer store-ba, és olyat akarok kiválasztani, amihez az kell, fel fogja ajánlani, hogy rárakhatom. Jól emlékszem? Az ingyenes, Connor, az ingyenes. Még sose próbáltad? Na, itt az ideje, akkor megnézzük. Amúgy sem baj, hogyha fölmegyek oda, mert legalább eladom ezt a... ezt az utánfutót. Szerinted csak arra gondolt? Mindegy, legrosszabb esetben, srácok, fölmegyünk, eladom ezt az utánfutót, visszavisszük az Azovot a garázsba, rárakjuk akkor a megfelelő... Minek hívják azt? Mert gondolom a szakszó az nem az rá, hogy utánfutó kapocs. Ne, nyilván akkor azt a nyerget rárakjuk, írjátok is, oké. Hát, trailer, de az nem annyira magyar. Én úgy emlékszem, hogy Krappa azt mondta, hogy ha nincs semmi a kocsin, akkor a trailer store-ban felrakja rá azt, ami kell hozzá. Hűha! Ez remélem nagyon sekély. Jó, ez sekély rész volt. És itt bazd meg mit jelöltem ki? Ja, azért. Tehát van itt út, csak... Csak ugye sötét van, és mivel hardcore playerek vagyunk, nem láttuk hirtelen. Szia, Girosz! Jó munkát, kitartást. Kitartást az estére. Oldalra is kellene lámpa. Igen, igen. Meg ugye lengéscsillapító, vagy még extra kerék, ami a borulás ellen akkor megvéd. Egész jól átjutottunk. Ez az Azov egy jó befektetés volt.
És az például, hogy az Azov ennyire jó, azt már a statokból is lehetett volna látni, vagy csak az, hogy ti már tapasztaltátok, mentetek vele, és hogy ezzel volt a legjobb menni az offroadosok közül? Nem pótkerékre gondolok, mint a gyerekbiciklin. Úgy, ahogy most például annak a hátulján is itt van a pótkerék, az oldalára is, tehát hogyha elborul, akkor a kerék megvédi. Várjál, ugye nem arra. Nem, jó. Megszerezhetőség és a tapasztalat. Ja, tehát akkor kitapasztaltátok, hogy végig próbáltátok az összes autót. Jó, mondjuk az egy óriási előny, és ezt ugye mondtátok is, hogyha megveszel egy autót X-ér, és utána eladod, akkor nem az van, hogy kevesebb pénzt kapsz vissza, hanem visszakapod a teljes vételárat. Ez mondjuk abban nagyon, nagyon tud segíteni, hogy tényleg kipróbálhassd az autót. Tehát, hogy fogod, megveszed, mész vele egy kört, látod, hogy mondjuk használhatatlanul szar, akkor fogod és... Ugye jobbra föl, igen. Akkor fogod, eladod és veszed a következőt. Meg ugye most érted, ez is olyan, hogy... Ja. Ez is olyan, hogy... ugye ezen a mapon ez az Azov például nem lenne elérhető. Tehát, hogyha valaki csak úgy játsza, hogy oké, Michigan, akkor csináljuk itt a dolgokat, vegyük az itteni dolgokat, akkor nyilván nem vesz Azovot, mert az ugye az orosz mapon van. Milyen gyönyörűen veszem be ezt a kanyart, ez egyszerűen hihetetlen. Jó, és akkor ezt a trélert eladjuk, és csak simán veszek egy low saddle-t. Tehát sideboard trailer sell. És akkor ugye nekem service spare parts 2 kell. Wow, ez elég baszón néz ki. De várjál, itt nem is rakja rá? Vagy hol van az? Sideboard semi-trailert vegyél. Aha, hát de nekem ez nem kellene, mert egy ilyet fogok fölvenni a másik helyen. Vegyél trélert, és add el, a nyereg a kocsim marad. Cseles! Na, bazd meg az 500 IQ. Az igen, és tényleg ott maradt. Nice! Jó. Azt mondja, hogy... Nem lesz elég a benyám. Szerintem. Valahol volt egy... Ja, az ezen az oldalon van. Szerintetek fél tankkal le tudok jönni, fölvenni és átvinni? Simán elég lesz. Én hiszek nektek.
Három órája játszol a másik felével a tanknak, csak elég lesz. Mondjuk igazad van. Tehát, hogy azóta nem tankoltam, mióta elindultunk. Jaj, majd el kell mennem onnan a kocsival. Láttad, amit írtam a benyel? Tankold át is tedd el. Ja, azt láttam, tehát onnantól már gondoltam, amikor az első ilyen trükköt, hogy vedd meg, add el, tehát hogy lehetett volna, hogy itt veszek egy benzines utánfutót, megtankolom vele a kocsit, majd eladom az utánfutót, nem? Arra gondoltatok? Mindegy, én hiszek nektek, azt mondjátok, simán elég lesz. Mi van akkor, ha nem? Mit lehet akkor csinálni? Lecsatolod a rakományt, recoverölsz és újra visszajössz? Vagy egy másik autóval hozol ide benzint? Vagy ezt hogy szoktátok itt csinálni? Recover, aha. Tehát akkor nem az van, hogy ide jössz egy másik autóval benzint hozni. Kicsiből áttöltesz pölö. Ja, csak abban a kicsiben nem túl sok van. Tehát ugye az a scoutom az 40 literes. Ha nincs garázs, akkor muszáj hozni. Igen, az egyértelmű. Ezt még nem csináltuk meg, de ez micsoda bazd meg, hogy ez nincs megcsinálva. Drainage. Find a pump. Ja, oké, hát azt majd a scouttal. Keresel egy parkoló autót és leszívod. Igen, az a másik lehetőség. Sokan választják ezt a megoldást az életbe is. Kérlek, ne. Mindegy, van fa, ki is tudtam volna magam húzni. Három alkatrészt kell megkeresni? Ja, oké. Jó, ezek jó pofa küldetések. Na most nyilván először ezt, amit kinéztem, ezt megcsináljuk. Ez mi a fasz? Ó, itt milyen szépen beragadhattam volna. De jó, hogy nem lyukadt ki a benzintartály. Oké, most erre szépen rátolatunk. Tehát, hogy majdnem tökéletesen álltam meg.
Jó. És akkor ezt kell most azon az útvonalon, amit mutattam, elhúzni. Mondjuk... Itt meg tudjuk majd tankolni. Hát... Ebben nem vagyok egész biztos, hogy itt ezt beforgatom. Lehet előtte nem lett volna rossz megépíteni, vagy hát ugye ezt itt megoldani, mert akkor lehetett volna így körbejönni. Jó lesz az, az biztos. Befér az oda, nem? És ez még nem is számít olyan nagyon hosszú rakománynak, nem? Bár mondjuk egy, kettő, ez azért egy ötös. Azért ez egy ötös hosszúságú rakomány. Nem baj, legalább egy ilyet is kipróbálunk. És azt mondjátok, hogy ez még nem is a legnagyobb, mert van 8-as. Hát azzal egy élmény lehet közlekedni. Gondolom nem csak országúton, vagy mi az betonúton kell közlekedni vele, hanem ugyanilyen izért retek redvába kell átvinni, mi? Ja, azt hittem az meg, hogy itt elkanyarítom magamat. Szép nagy ívben ráfordulunk. Ah, emlékszem, és ott kell majd fölhúznom. Hát... Nem a fölhúzáson aggódok, hanem hogy nehogy fönnakadjon. Milyen hangja van? Hallod, mindjárt robban, bazd meg. Hát lehet tuszkolni. Ugye most azon a hídon kell áthúznom, amit megépítettem. Hol kéne? Jó, nyugi. Hol lehet látni progresszt? Mert valaki azt írta, hogy Michigan, mit tudom én, 10-valahanyas szintű, és 84%-on van neki Michigan. Az valahol látom, hogy hány százalékon van a map? F4. Jó, mindjárt megnézzük. Szerintem pont elférek a kocsim mellett, nem kell átülnöm. Milyen csodálatos hidat építettem ide, nem? És milyen jól parkoltam le, bazd meg. Hát kicsit ráhúztam a kocsira, de nem baj. Merje, mert itt meg már nincsen izé... jelölésem. Hát... jó, megpróbáljuk. Azt mondtátok, hogy jó lesz ez. F4. Hol 4%? De jó ég. Michigan 16%. Ja, ez a driver profile.
Exploration státusz, vehicles found 2/8, watchtower unlock, összesen 8 darab kocsit lehet találni, értem. Upgrade az összesen 21 van, 85 mission van, és ennyi. Ja, ez a Michiganen belül. Mi Michiganbe? Mi? Nem áll. Hogy a faszomba lenne 25, 21 darab upgrade Michiganbe? Hol? Hol? Nincs is akkora a map, bazd meg. Hogy lenne annyi upgrade? Itt van még egy. Ja, 4 térkép van Michiganen belül is? Ó! Oh. Úristen, bazd meg, mennyi map van itt, te jó ég. Az kemény. Ja, 4 mapos, azt el is felejtettem. Azért területenként is 4 map van. Azt a kurva. Na jó, hát ebbe tényleg gusztustalan mennyiségű órát bele lehet tenni. Ami nem baj. Mert jól elcsillezel benne. Te vagy Mána Krumpli! Örülök, hogy az első Twitch bébim ebben a közösségben születhetett meg. Csenci, nagyon szépen köszönöm a 9. hónapot. Az meg akkor pláne különleges, hogy ez az első csatorna, ahol van 9 hónapos sub-badged. Az nagyon menő, nagyon szépen köszönöm a bizalmat. Az megvan, hogy egy jó darabig a levegőbe volt a kocsi? Na, ez a baj. Mégse. Nem akadtunk fönn. Anyád, most ez komoly? Hallod, milyen úton kell ezt fölvinnem? El fogunk borulni, bazd meg. El fogunk borulni. Hallod, de régen felburultam volna, hogyha nem lenne mellettem egy erdő, bazd meg. Mennyire rossz a helyzet? Eléggé. Megoldottam! Ti se számítottatok rá, mi, hogy ez sikerül? Na, ez lesz a kemény, bazd meg, ez a kanyar!
Mindig picit visszább engedem. Nem tudok kanyarodni, majd behúzom magam. Ez nem volt a legszebb mozdulat, de végül is... kreatív volt. Hát ha ott nem lettek volna ott a fák egyébként az első kanyarnál, szerintem lazán elborult volna az egész autó. Rakományostól, mindenestől. Úgy, ahogy van. Ne az utolsó pillanatban boruljak föl, ne legyek már hülye. Hú! Szegény mókusok. Igen, utána rájöttem, hogy az R betűvel le tudtam csatolni. Ja, hogy és ezen ráadásul több cucc volt, mint amire szükségem volt. Várjál, lehet, hogy a Mountainos cucchoz... Drilling spare part... Ja nem. Metal beam. Nem lehet, hogy van nálam metal? Á, persze, hogy pont nincs. Ja, azt onnan lehetne hozni, vagy innen. Hát mondjuk nem, nem ezen az útvonalon akarok jönni, innen fogom hozni. Innen fogom hozni, mert ezt a kanyart még egyszer nem akarom meg. Tehát ez a kanyar, ez halál. Viszont itt... Hallod? Hát ez itt, ja, nézd már! Hát ez innen a legzseniálisabb. És ráadásul ez nincs messze a garázstól. Ugye amíg ez nincs megépítve, addig fölöslegesen jönnék erre. De így... így át tudom ott vinni, szerintem. Az egy jó kis dombocska? Igen? Ez itt ennyire baszó? Mondjuk lehet, hogy nem ezzel a nagy baszom állatizével kellene vinni. Meg lehet, hogy nem is kellene eladnom. Mert mi van akkor, hogyha erre még szükségem lesz? Lehet, hogy belém akadt egy tábla.
ez, hogy ne zavarjon senkit. Ne zavarjon senkit, vágod? SnowRunnerben? De, csak ahhoz olyan mapra kell menni. Ne zavarjon senkit, pont az út közepére tettem le. Most lehet tudni? Tábla? Hát de nem. Nem lóg bele semmibe. Nem lóg az bele semmibe. Valami a fával lesz. Na mindegy, az a trailer, az ott pont tökéletes helyen van, én úgy érzem. És innen, és ezt most visszavisszük, ezt az azovot a garázsba. Mert... onnan fogjuk fölvinni. Illetve meg tudjuk nézni, hogy milyen upgrade-et kaptunk. Nem, az azovra semmit nem kaptam. Ugye lehetne ilyen izé... Majd gondolom... mit kell rárakni ahhoz, hogy ki tudjam húzni könnyen a kocsikat? Ezt? Nem, mert ez egy loading crane. Valami mást kell rárakni olyankor. Na. Szóval scoutból... Ugye az apacsot azt eladtuk. Azt eladtuk, és akkor scout... Micsoda? Ne basszál föl, hogy van egy caterpillar, mint scout autó a játékba. Ez mennyire kemény? Ez komoly. Na, azt mondtátok, hogy a hammer nem jó, de én azt majd azért valamikor meg akarom nézni. Szóval offroadból van az azov, ugye? Igen. És akkor azt mondtátok, hogy az offroad az rendben van. Heavy. Heavyből melyik a legkirályabb? Lehet, nem is heavy, hanem... Na várjatok, kinézetre vásárolunk most, az lesz a legjobb. Jó, mit szóltok hozzá? Választhatok kategóriát. Highway, heavy duty, vagy heavy. És akkor azon belül veszünk egy autót. Az alapján, hogy melyik néz ki a legkirályabbul. A Hammerrel az a baj, hogy nagy sárban K.O. Pedig pont nem erre számítanék azért, amikor egy Hammerre gondolok. Hát most érted, basszus, egy katonai járgányról van szó. Szó közzel meg is tudod nézni őket. Ó, kösz! Na jó, figyeljetek. Azt mondja, hogy a Highway-ből, egyébként ez nagyon jól néz ki, a Ford. Ennyi? Ez a három Highway autó van? Sokat nem kell gondolkodni akkor, hogy ezek közül mi legyen. Ebben akkor semmelyik. Heavy duty-t kéne venni.
ez a cat, ez nagyon jól néz ki. Power to weight Ash. Ja, de ez rank 12 kell ráadásul. Tizenkettes szint kell hozzá. Én meg a mai napon egy deka szintet nem léptem, bazd meg. De csináltam pedig questeket, csak nem main questet. Ja, hogy ez Hammer 2. Ja, értem. Azt nem is néztem. De várjál, miért van ilyen kevés itt? Mi heavyből van sok? Aha, heavyből van több. Egy jó Pacific. Na ez! Egy ilyen kell, ez kurva jól néz ki. Ezt is később kaphatjuk meg. Ez is... Derry Longhorn. Azért ezek kurva jók! Ezt eladtuk már egyszer. Ó, itt van Optimus Prime. Vagy legyen Optimus Pride itt. Ez is combos. Pacific. Oké. 20-as szint kell hozzá. Ez meg 22, kolob. De jó ég. Mikor leszek én 22-es szintű? Na ez menő. 26-os szint. És akkor scoutba pedig ugye azt mondtátok, ezt bazd meg egyszer meg kell vennem. Tehát ez nekem kell. Scoutba pedig ugye azt mondtátok, hogy ez a tuz, nem, a jár fog kelleni. Ja, tényleg, ezt láttam Krappánál. Ja. Fuel consumption, ráadásul ezt ír. Nagyon sokat lehet vele menni akkor. De hát ez, baszki! Ezt trollság miatt rakták be? Nem tudom elképzelni, hogy ez milyen körülmények között lehet jó. És ezt hogy lehet pimpelni? Az igen! Na jó, kész vagyok ettől. Jó, oké, az a lényeg, hogy majd tudunk mókolni. A Leave Garage. És ugye itt majd most az lesz a feladat. Az vagy, idáig nem tudok bemenni szerintem még ezzel. Ja, tudom, hogy mit akartam, srácok. Ugye az Azovra nem tudok rárakni itt upgrade-eket, mert azokat később lehet megszerezni. Ahhoz viszont, hogy ezen a mapon kihúzigálja minden az autókat, nyilván kellene egy olyan autó, egy olyan offroados autó, ami szintén jó, és tudok is rajta upgrade-elni. Mert az a baj, hogy így, hogy nem tudom upgrade-elni az Azovot, persze mindenen átmegy, csak mondjuk pont az ilyen vizes területekről nem tudom, hogy húzzam ki, mert egy innen hátulra kellene kihúzni majd ezt, az nem tudom. Na mindegy, szóval... Jó lesz, egy csak fejlődj, hogy tudj venni jobb gumikat. Na de várjál. Várj. Ahhoz, hogy jobb gumikat vegyek rá... Ahhoz szerintem nem csak fejlődnöm. Ja de, reach rank 11. Igazad van. Oké. Azt hittem, hogy ahhoz, hogy fejlődjek, mármint, hogy ahhoz, hogy rávegyem a jobb cuccokat,
14-es szín. Azt a kurva, és ez már jó lesz akkor jégre is. Ah, oké. Okay. Azt hittem, hogy ahhoz a mapon kell megtalálni az upgrade-et, és nem megvenni. De így akkor már értem, tehát hogy elég, hogyha csak szinteket lépek szépen, és akkor is megadja. Ezt nem tudtam. Kell fejlődni, meg is lehet keresni a térképen. Aha. Jó. Azt hittem, hogy csak térképes a dolog. Ajajajajaj, várjatok. Majdnem elfelejtettünk valamit. Ami most rajta van, saddle. Azt nem kellene leszednem róla? Azt viszont meg csak a garázsba lehet. Itt, amit el kell húznom, az ez, ugye? Várj, mi a fasz? Várjál. Ez csak egy warehouse. Ezt fölveszem, és rárakok metált. Így. Tehát akkor oda most például nem kellene, hogy ez rajta legyen, ugye? Maradhat? Tehát ez nem befolyásolja? Ja, nem. Persze, hogy nem befolyásolja, bazd meg, ezt csak mögé akasztom. Mi az, hogy minimum 4 helyes pótot kell vinni? László, egy darab metal beamet kell vinnem. Ja, te nem látod. A Deliver to Mountain Bridge Metal Beams X 0/1. Ahhoz elég 2-es hely, mert a 2 számít 1-nek, nem? Mi az, hogy kell beton is? Azt nem írja. Metal beamet ír. Kell beton is, csak nem mutatja. Ezt a fasságot. Csak azt honnan kéne tudnom? Több részes a feladat. Jó. Na mindegy most már. Effektíve azt azért előre nem kellene tudnom. Tehát olyat nem lehet csinálni, hogy jaj, én már előre oda megyek egy 4 férőhelyessel. Mert én nekem már súgtak, hogy ahhoz az is kell. Mutatja a küldetések között? Az úgy mondjuk más. De tudhatod, ha megnézed. Konkrét is. Az meg onnan jön. Jó, de hát most akkor minek? Tehát most minek legyen hosszabb, hogyha innen úgyis el kell vinnem oda, azt meg majd onnan kell áthúznom. Itt is fel tudnék venni? Van ott minden a warehouse-ban. Várjál! És mi van? Ó, várj csak! Eszembe jutott valami. Ha az én hátamra is rakok valamit, akkor abba ebbe pakolhatok? Hol látom a kapacitását? Sideboard for carrying cargo.
Így is jó? Kettő slot. Akkor, akkor ez. Ez lesz. Na, mit szóltok? Azért csak rá. Csak rájövök a turpitságokra. És akkor meg is oldódott. Micsoda, ebbe pakolhatsz, de így a nyerges platót nem tudod elvinni. De nekem nem nyerges kell. Ez nyerges? Várjál, miben másabb, mint... Nem. Ez a flatbed, ezt tudtam vinni anélkül is. Jó, oké. Azért mondom, mert azt az ikont már megjegyeztem. Ez így jó lesz. És akkor egy körbe elviszünk mindent. Tehát akkor kell kettő darab metált vinni. Ami egy. És konkrét kell még. Ez jó, ez a logisztikai része tetszik. Tudjátok, mi a durva? Ezzel a játékkal Zsani tudna még brutálisan jól játszani. Nem az irányítás miatt mondom, hanem ugye ő azért eléggé képben van az ilyen autókkal kapcsolatban, meg hogy melyikhez mi kell, hogy kell. Tehát ő még az is lehet, hogy így nem biztos, hogy alapból tudná a dolgokat, de hogy nagyon sok mindent tudna belőle, az biztos. Nem a logisztika miatt, hanem amiatt, hogy ugye ilyen helyen dolgozik, ahol ilyen nagy gépekkel dolgoznak. És ő ezekkel szerintem tisztában van. Phoenixet mikor tervezem folytatni? Hát, mondjuk, hogyha moderátorom figyelt volna a hét elején, amikor elmondtam, hogy ezen a héten lesz, akkor lehet, hogy nem ezt a választ kapott tőle. Egyébként az, hogy melyik napra, azt még nem tudom, hogy csütörtök este vagy péntek este lesz. Mert ugye a héten még fogunk játszani a Phoenix-el. Fogunk játszani Izsákkal. Ne, tudtam bazd meg, hogy másik irány lesz a rohadt életbe. Ez a Phoenix az vagy csütörtök vagy péntek este lesz szerintem. Hát multiplayerbe abból a szempontból gondolnám könnyebbnek, hogy azt is lehet, hogy mindenki jön nagy géppel, és akkor egy körben nagyon sok mindent el lehet intézni. Mert nem kell mondjuk, mit tudom én, 5-ös, 8-as utánfutóval közlekedned, hanem el tud hozni mindenki egy kisebb mennyiséget. Vagy van olyan, aki meg, mit tudom én, scouttal megy előre, és akkor felfedezi a területet. Na, ez lesz itt mókás. Először ezt föl kell csatolnom. Eljövünk ide, behúzzuk mind a kettőt a csíkba. Jó, és akkor cargo management. Azt mondja, hogy nem brick. Kell metal beam.
És kell konkrét. Így? Kettő-kettő? Egy metal beam kell és kettő konkrét, ugye? Így. Jó. Oké. Ez combos lesz. Ez annyira jól néz ki, amikor egy ilyen fullosan megpakolt Verdával mész. Tökéletesen bevett kanyarokkal. Vinnéd, vagy tényleg lenne egy tartálykocsis emberke, aki hozza utánunk az üzemanyagot. Hú, ez meg ezt le fogom venni izével, ez nem jó. Este fogunk megérkezni, az is szép lesz. Tényleg kellene hordani az üzemanyagot utánunk, hogy minden jó legyen. Szia kucsi, hello hello. Hát egyébként, hogyha XP-ben nem is, de... Hú, bazd meg, itt erre kell menni. Ha XP-ben nem is mentünk ma sokat, vagy nem is fejlődtünk sokat, a mapon elég fontos pontokat építettünk meg. Tehát hidakat, kőtörmeléket hordtunk el. Tehát így a közlekedés szempontjából szerintem nagyon fontos spotokat hoztam össze. Ja, alakul a szitu. Lehet, hogy itt vissza kell majd kapcsolni low gearbe. De ameddig tudunk, addig megyünk így szépen. Na, ha emberek hátrafordulni, nézni az utánfutót, mert akkor tudja, hogy kifarol az eleje. És neki megyek a kőnek. Nem gyors a fejlődés. Hát, Krapa azt mondta, hogy 3-4 main küldetést, hogyha megcsinálnék, akkor már rögtön ilyen 10-es lennék. De így úgy vagyok vele, hogy igazából ezen a mapon, ami feladatot látunk, azt így kijelölöm, megcsináljuk, aztán fejlődünk majd szépen, nem rohanok sehova. Ha megcsinálod Michigan, Alaszka minden küldetését, eléred a 29-es szintet. Aha, meg is érkeztem. Ez elég gyors volt. Kurva jól néznek ki ezek a hidak. Ott is van. 1800 pénz és 260 csillag. Na, az már döfi.
Mi most már itt is tudunk működni. Nagyon szuper. És hogyha akarom, akkor itt szépen le tudom hozni és visszavinni a garázsba ezt a cuccost. Ó, hát ez zseniális. A magyar utak miért nem ilyen gyorsan épülnek? Hát látod? Nem én építem őket. Jó, ott is van egy izé valami. Oké. Na, egyébként elég jól haladtunk. Nyilván ugye azt nem tudom csinálni, hogyha hazateleportálok, akkor elveszik az utánfutó. Vigyük haza az utánfutót. Lehet, hogy okosabb lett volna mondjuk itt hagyni, megnézni egy küldetést, mert lehet, hogy ahhoz is kell, de azt majd szerintem tiszta lappal. És ezt hazavisszük, és akkor utána meglátjuk, hogy majd következő küldetések azok hogy vannak. Tudom, hogy ott maradt, tehát úgy értettem, hogy elveszített, hogyha ugye nem tudok azzal együtt hazaportolni, csak magát a kocsit tudom haza recoverölni. Egyébként nem mindig rossz az, hogyha ilyen random helyeken vannak utánfutók, mint például ez itt. Itt is volt két konkrét, látjátok? De valahogy tisztábbnak érzem azt, hogyha fogod, hazaviszed, tehát pláne olyan, hogyha valahonnan kell fölvenni, és elvinni valahova, és utána kiürül, az is plusz pénz effektíve, hogy hazaviszem, és ha majd később kell, akkor pedig a store-ból veszek. Pénzem hogyan lett? Megvettem a DLC-t, és az autók, amiket ahhoz kaptam, illetve azok, amik alapból nekem megvoltak, mindent eladtunk, és abból vettünk új autókat. Csak ugye nem vettem sokat, ezt az Azovot vettük meg egyedül, és ezért van még nagyon sok pénzem. Tehát effektíve kijelenthetjük, hogy a játék pay to win. Mert a Season Pass-t, ugye a Season Pass-t az kellett a plusz mappok miatt, és ugye ajándékba jártak mellé autók, amiket el lehetett adni. Gáz lenne itt beragadni az óvuraság, úgyhogy húzzad kifele nagyon gyorsan a beledet. És azért, ha belegondoltok, srácok, ma hibátlanul, borulás nélkül, én nem is tudom összesen hány küldetést teljesítettünk, de egész sokat. Úgyhogy a cím az végül is igaz volt, hogy ma nem fogok felborulni. De csak egy season-t vettél, nem? Hát nem, a season pass, az szerintem úgy értendő, hogy Minden seasonhez megkapod a dolgokat, nem? Fogok még beragadni és borulni? Na! Azt mondja, hogy V, recover. Fuel restored. Nice. 4-es szintű lettem. Végülis akkor season, vagy season, csak beleolvastam megint a chatbe. Végülis akkor szintet is léptem. És elfelejtettük tuningolni az Azovot. Ez most komoly. Nem tuningoltuk föl
vizuálisan az Azovot? Légkondi a tetőre. A légkondi nagyon fontos. Festeni festettük. Ott a pink Azov. Jó lesz a fehér. Na nézzük, Bubblehead. Ó, bólogató kutya! Oké, kell egy bólogató kutya. Jöhetnek a matricák. Freedom Bird. Jó, jöhet a Light My Fire. Offroad Club. Your Way. Ez jó, ez tetszik, ez a Shut Up and Take My Winch. Ez a Yellow Snows is nagyon jó. És akkor Exterior Stickers. Offroad Warden Track... Micsoda? Track Rescue. A Track Rescue az jó. Mud Monster. Ennyi. Na, akkor pimpeltünk az Azovon is. És akkor azt mondja, hogy engine nem, gearbox nem, suspension nem, tires majd később, winch nincs, a winch ami nincs, snorkel azt már ráraktam, és akkor a frame addon azt még mindig lehet változtatni, hogy mi legyen rajta. Most van egy ilyen dupla rész. Na, király! És nincsen más autónk, mert a másik autó az kin van terepen. Az ott is marad. Na, innen fogjuk folytatni, srácok. Végül is... Mondom, négyes szintre sikerült fölhoznunk magunkat. Egy csillagosak vagyunk. Owned Vehicles 4. Ja igen, mert azt is mutatja, ami nincs kihúzva. Itt van, hogy ezek a kontraktok vannak meg Michiganbe. Taskok közül... Ó, nézzétek csak, mennyi taskot csináltunk meg. 5, 6, 7, 8. 8 task meg van csinálva már Michiganbe. Trucks. Igen, már a Kodiakot mutatja, mintha az enyém lenne. Csak még nem húztam ki ugye onnan a izéből. Achievements. Király. Na, innen fogjuk ezt folytatni.